Uraim, ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 15 perccel, pedig láttalak titeket. Ja, Istenem. Kutya fáját, hát komolyan tegnap este azon gondolkoztam, hogy hogy a viharba fogom kibírni az éjszakát. De hál' Isten eltelt. Hál' Isten eltelt, és megint itt vagytok. Megsimogattad a pöttyeidet. Megsimogattam a pöttyeimet, adtam egy pucit, elbúcsúztam, és azt mondom, hogy tartsatok ki, fiúk, mindjárt jövök, és megint itt vagytok. Feri a jobbomon, de a balomon, hát gyereket. Betöltjük azt a nyomasztó űrt, amit hagytuk magunk. Komolyan elhisztek, hogy többet találkozunk, mint bármelyikünkkel? Vagy bármelyik barát, feles, bárki. Többen. Családtag, anya, el is apa, érzem is. Nagyszülő. Figyelj, a gyerekeddel nem ülsz 4 órát, pedig nagyon sokat vagyok vele, de 4 óra folyamatos jelenlét, hát eljön az oviból, ugye mit tudom én, 5-kor, vagy 5:30-kor, 7-kor elmegy már fürdeni, fürdetés alatt, tehát körülbelül ezt az időt igen. Tudom mondjuk vele tölteni, ha oviba van. 9, az 4 óra. 5-től 9, az 4 óra. Ez döbbenet. Ugye fene van veletek, semmi? Na, miért nem fogadsz minket a nevedre? De ne tényleg, Janika, Ferike, mit kértek? Sebestyén János. Mit kértek Mikulásra? Nem kell felvenni a nevet, maradhattuk így. Nem, nyugodtan. Pedig erre kicsit hajtottam. Igen, fel akartad önni? Sebestyén V. János. Próbálok megbarátkozni a gondolattal. A vét, kicsibe lerakod, és akkor Sebestyén. Sebestyén V. János, Sebestyén R. Ferenc. Így. Ez lesz. Na, boldog Mikulást. Neked is. Hoztál valamit? Gyerekek, képzeljétek el, gondoltam rá, hogy hozok nektek valamit. És ez nem kamu. De hamar elmúlt. De nem ma reggel, mert ma reggel már elfelejtettem. Tegnap este gondoltam, hogy picit előbb kerek, és megállok egy benzinkúton, és hozok valamit. De hát ez ma már... előtte megtántorodtál, és meg kellett kapaszkodod a kátszélére. Úristen, ezek nem az én gondolataim. Valaki behatolt az agyamba, valaki benne van a tudatomba. Ezek nem az én érzéseim, nem az én gondolatom, de tényleg úgy eszembe jutott, hogy nem tudom, mert ilyen Mikulás csomag nem kapható a kúton. Uh-huh. És akkor úgy gondolkoztam, na hát nyilván ezt ma már annyira elfelejtettem, hogy de mindent vállalok férfiasan. De gördögjék tovább, mit hoztál volna, ha na. Ilyen kis egy csoki, ilyen kis na. Is, az, nem is az, az, hogy na most Mikuláson kapjatok valamit. És te nem te kedves lettél volna. De férfiasan vállalom, hogy ma úgy kiment a fejemből, hogy egy ilyen nagyon meditatív állapotban fura zenéket hallgatva érkeztem meg ide, és teljesen elfelejtettem. Mit hallgatsz ilyenkor reggel? Én a hírekig, megmondom őszintén, hogy szörfözöm. És mindenkibe egy kicsit belehallgatok, a reggeli műsorokba is belehallgatok, valahonnan rémülten elkapcsolok, valahonnan maradok, magunkat is meghallgatom, és közben valahol ilyen lágyabb zenék vannak, néha azt is hallgatom, néha egy kis CD-t. Tehát nekem reggel az egy nagy szörfözés. Egy perc itt, egy perc ott, minden felmérem a piacot. Magyarul össze-vissza nyomkodsz mindenben. Igen, itt az űrhajóban, tudod. Igen, 6-os gomb, 4-es gomb. Nem, tényleg szeretek, ha valamelyik dolog szórakoztat, abba belehallgatok, néha más híreket is meghallgatok, de hát egyszerűen komolyan, nem, a piacon nincsen jobb tényleg. Döbbenet, hogy riadtam. Azért jó meghallgatni a híreket, és azt mondom, végre otthon, megvan a komfort érzetem. Hogy tudjad, hogy ez az igazi. Tehát tényleg bevallom, reggel sokszor szörfözök. Ugye mi mikor tudunk reggeli műsorokba belehallgatni? Há, reggel. Hat előtt. Ugye? Tehát mi nem tudjuk sokszor, hogy mit csinál a piac, mit csináltak régen a Gáborék, vagy a Leviék, vagy a Happy Endre, amíg volt Budapesten elérhető. Ugye? De reggel az ember kicsit ezt be tudja pótolni, és akkor kicsit belehallgatok, és akkor mondom, hogy na jó van, hát azért jók vagyunk. Megvergeted a vállad. Nekem ehhez nincs erőm. Nincs erőd? Én kíváncsi vagyok. Nem, annyira hiányzik az, hogy egy ilyen kicsit ilyen passzívabb zenehallgatás legyen, hogy így picit felturmozzon az a 40-50 perc, amíg beérek, az azzal teljen, hogy így még félig meddig ki van kapcsolva az agyam. Valamikor így van, a zene. Nekem valamikor CD van, valamikor nem szól semmi, tehát hangulat függő. Mondom, ma egy ilyen szörfözés és ilyen kis lágyabb chill out zenéket hallgattam. Chill out. Biztos finom. Igen, az ilyen parti után ilyen levezető, ilyen kis hajnalos hazamenő zenék. Én is lájtosabbakat hallgatok reggel befele, aztán hazafelé mindig akkor. Reggel még nem szabad magad mérgezni mindenféle. Igen, én másztót használok napközben is erre, azokra a zenékre, amiket hallgatok, de hogy egyébként reggelenként mindig valami puhábbat, mindig valami lágyabbat. De azért semmi ott is van egy 180-as BPM tempó is hörgés, nem? Nem. Inkább ilyen rockosabb dolgokat, kevésbé metálosakat. Ma egy Musztás nevű bandától hallottam. Bajusz. Nagyon jó. Így a skandináv tankcsata. Igen. Jó, nyomják egyébként. Jó. Hangulatos kis zenét csinálnak.
Azt hittem reggel Final Cut. Igen, csak mivel független kiadónál jön neki az albumaik, ezért megfizethetetlenek. Ezt se értem, de mindegy. Ránéztem egy órára, ma reggel 7 óra 11 percet mutatott. 5 óra 55-kor. Azért úgy elindultál. Pillanatra úgy átgondoltam, hogy most van valami gond, tudod? Nem szinkronizált a iPhone, vagy mi történt? 7 óra 11-et mutatni reggel. Most éreztem át azt, hogy milyen, amikor én rosszul mondom az időt, és mondjuk egy 7 óra 11 helyett egy 8 óra múlt 11 perccel mondok így be hirtelen, laza másfél millió embernek, hogy az úgy azért úgy megáll benned az ütő. Gyorsan így elkezdtem kapkodni, mondom, mi a fene van. De nem, aztán valami ott a személyre, Szerémi úton valami órá volt állítva. 7 óra 11, ez kiszúráskor a reggel. Nem értettem. Miért nem állítják azt be? Meg kell kezdted fogalmazni nekünk az SMS-t, mindjárt benn vagyok, srác. Nem, egy pillanatra elgondolkozom, hogy hány órát néztem meg ma reggel, amikor csekkolod magad, hogy ránéztem a sütőn az órára, lehet, hogy áramszünet volt. A telefonomat megnéztem, nem néztem meg, nem telefonra keltem, és egy pillanatra levezettem magamnak, hogy egyébként lehet. Csak ugye a fényviszonyok ezt nem adták teljesen. De egyébként lehet 7 óra 11. Amikor itt csekkolod magad, hogy néztem én ma reggel órát, és rájössz, hogy mindent rutinból csináltál, de órát még nem nagyon néztél. Ez lehet, hogy már valami fagykár volt, amiatt. Egyébként nem mutatott pontos időt, igen, mert most már olyan kis mínusz négyecske volt. Igen. Kevésbé hajlott a lakat a kapunkon. Ez nem méret? Tehát azon tudod, hogy ahogy ki kell hajtani, ez mínusz négy? Egyértelműen, mert ilyen a szövet burkolattal ellátott, ilyen biztonsági lakat van rajta, és akkor, amikor már kicsit ilyen expanderes az erőködés, akkor érzem. Mínusz ötből indultam, hegyvidék volt, ahol onnan én jövök, 5 centi hó szánkoznak a gyerekek, komolyan, brutál. Most hajnalban szánkóztak. Egy csomó gyerek. Óriás. Mert tegnap akkora volt a forgalom, és sokan nem fértek oda a dombhoz. De most egy picit leürülni látszik, teát főznek az anyukák. De valami döbbenet. Hóemberek állnak az utak szélén. Tehát olyan hó van, semmi nálatok, mi? Itt. Semmi. De szombat vasárnap már lesz. Nem kevés. Igen, jön a hó? Igen, mert hogy jön nyugatról, meg északnyugatról egy hideg légtömeg, délről meg egy meleg légtömeg, és ahogy ezek a ketten találkozunk így egymással, akkor abból lesz csapadék. Reméljük hó. Hát ne legyen már más, most már eső ne legyen, hogy így jön a karácsony. Na és volt valami, gyerekek? Tegnap. Nem, hát ma reggel találtatok valamit cipőbe, kinek a kedvese felejtett el, kinek tett bele, csak őszintén hagyjuk az álszentséget. Igen, nagyon helyes gyapjutalbetétet, nem volt nagyon új, de nagyon komfortos érzet volt rátenni a talpamat. Nem kaptál semmit. Nem, azt én láttam, sem. Hogy a gyerekek nem. Tagada. Hát nektek ma jön, nem? De nem, a gyerek nem, lehet, hogy nem, én sem kaptam Vikitől. A gyereknek már dagadt a zsákja? Láttam. A te zsákod dagadt, mikor igen, mint hogyha este rém lett volna, hogy valaki oda megy, az én zsákom mindig dagadt. De zsákod, nem van benne minden jó. De dagadt a zsákod neked is. Jó, magyarul. És láttam, hogy ott már valami történhetett az este, úgyhogy szerintem örülni fog a kis Krambó, hogyha fel kell. Mondjuk nagyon nehezen aludt el pont emiatt, nagyon rá volt gyógyulva. Mire megértettük vele, hogy ez nem nagy ünnep, kis ajándékot az majd a télapó. Jó, hát ugye ezt mondjátok karácsonykor. Igen. Csak Jézuskát mondok. Nem nagy ünnep, kis ünnep, kis ajándékot hoz majd a Jézuska. A mondat eleje mindig ugyanaz. Csinált egy rohadt nagy listát, úgy néz ki, mint egy ilyen, nem tudom, mint amit a heroldok szoktak így kigöngyölni mindenféle ilyen középkori filmünk az első lovakba. Hogy elmondják, hogy ki fognak sorompóba lépni, mondtuk neki, hogy na azt hagyd négybe, és szakít szét, és akkor ami marad rajta, azt majd lehet, hogy hozza a télapó. És akkor megért, és aztán a végén csak annyit írt rajta a papírra, hogy jó, mindegy, hogy mit hozol, csak hozzá valamit. Elég hamar feladta. Nagyon tetszett az ötlet a télapónak. Gyerekek, nekem ez most valahogy kimaradt. De a Mikulás az én cipőmet is elkerülte, tehát kollektív maradt ki most ez a Mikulás. Senki nem tudta értelmezni a divatot. Beni, hogy egy kicsit konzervatív az ötlet. Ránézett a cipő, és azt mondta, mi ez? Ez mi lehet? Csizma, cipő, bakant, nem merte beletenni. Nem, ez most valahogy elmaradt a gyermek, hát délután majd ugye megkapja a kis meglepiét. Szerintem kudarccal végződik ez a történet. Egyáltalán nem érdekli. Egyáltalán semmi. Jön a Mikulás. Kicsit se. Ugyan szinte nincs rágerjedve, az óvodában már ma kimikulásozzák magukat. Rohadtul nem érdekli. Bármikor mondtam, hogy jön a Mikulás, jó, de mi lesz vacsorára, sokkal jobban érdekelte. Nem érdekli. Tehát nagyobb kihívás, le kell nyűgözni. Azt a gyereket. Hát, de nincs még élménye, a tavalyra nem emlékszik még, nem tudja, hogy milyen jó lesz neki, ahogy apu majd. Apu megérkezik, 6 óra tájékában.
Na, a gyerekek, nagyon várom, kíváncsi vagyok. Cipőtisztítás se volt tegnap, nem csináltatok egy csizma, ki az ablakba, tejet kitenni. Ja, hát úgyse jön. Nem, igazából olyan szinten érdektelen, hogy szerintem vagy az van, hogy még pici, és így igazából nem izgul, meg nem várja. Tegnap kapott egy ilyen kis Mikulást így, mert mondjuk ám még átjöttek, fogta, kétszer földhöz vágta, megpörgette, eldobta, és nagyon jól szórakozott az, hogy ugrál a fején. Tehát konkrétan, és láttam már én is magamat másnap, tudod, ahogy, hiszem, ahogy ez lesz a sorsom. Vágy. Jézus Isten, költök rá, megérkezem, fú, de jó lesz. Azért nem kevés egy ilyen ruhát két napra kibérelni, kauciót letenni. Tehát így, nem mondom az összeget, hogy hol tartok. Apa, adod az iPhone? Igen. Apa, egy kicsit hadd iPad-ezzek, mert húzzál már innen, öreg. Mindjárt jön apám. Nem meleg. Mindjárt jön apám, jó szétver, ha nem tiplizel, öreg. Úgyhogy, hát gyerekek, egy kisebb középkategóriájú autó árát költöttem erre a Mikurás sztorira, hogy hiteles legyen a ruhám, mert nem olcsó, az két napra kell bérelni, mert ugye tegnap már elhozták, hogy ma reggel itt legyen, és csak holnap viszem vissza, tehát laza két nap, 40 ezer a kaució, vagy 30 ezer, bocsánat, az csak a kaució, és utána még az egész szett olyan 20 ezer egy napra. 70-nél vagyok. Mi van, 24 karátos aranyjal van futtatva a botnak nem a vége? Nem tudom. 30 ezeret mondott a Juli kaucióra. Annyit adtam oda. És kétszer 20, kétszer 15 lehet, hogy most Julieknak gazdag egy télapójuk van. Mondani, lehet, hogy a komplett tömböt meghívtam Mikulásra, gyerekek, nem tudom. Na mindegy, de ha nem élvezi, odaültettem a térdemre, és el nem engedem, és üldözöm a lakásba, és bujocskázni fog a Mikulással, lovagolhat a hátán, de ha nem foglalkozik vele... Jó voltál, hogy lettem volna? Hogy lettem volna, jó évje? Tipizd már le innen, apám jön mindjárt, nagyon szépen. Hát kíváncsi vagyok. És kap valamit? Vagy csak csoki? Nem, valami kis ajándék biztos lesz, persze. Nem nagyon akarjuk túlzásba vinni valami, nem tudom. Még. Kvad? Tessék? Nem, valamilyen hósikló vagy valami, nem tudom még. Vagy nem akarok nagy dolgot. Nem, egyébként tényleg most néztük pont, hogy nincs túl sok játéka. A legdurvább egy kint vettük valahol külföldön, egy olyan távirányító autó, amit nem tudsz elnyűni, mert pörög az eleje, pörög a vége, és bárhogy esik az autó, nem tud megsérülni. És földobhat, nem tudod tönkretenni. Tehát ez a legkomolyabb ajándék, még ami van. Még neked se sikerült. Még nekem se, pedig fölmettem a lépcsőn, leugrattam. A gyerek alig várt, hogy végre odaadjam neki két óra után. Na mindegy, úgyhogy hát meglátjuk. Mikor jön a szett? A Mikulás szettem. 9-kor Juli már nyitja a kis öltözőjét, és akkor kiveszi majd. Ugye? 9. Laci bólogat 9 körül. Laci egy ilyen félpervers mosolyal az arcán, nagyon várja, hogy nagyon mekkora égés lesz. Nagyon hogy néz ki. Biztos ilyen, mi hogy hívják, ott aranyhópehek vannak ráhímezve a 30 ezerért kiindulva. Ja, ennyiért? Igen. Hát figyelj, ennyiért nem beszéljen. Tehát adja oda helyettem az ajándékot komolyan. De figyelj, csizma, kesztyű, bot. Tehát profi. Minden. Most meg erről tudunk beszélni, mert nem még alszanak a gyerek. Majd 7 és 8 között nem beszélünk erről. Többek kijavítunk, nem télapó, hanem Mikulás, de mi még egy másik rendszerben ültünk, mert mi állandóan kevergetjük. Gyedmaróz. Így, Gyedmaróz. Beégett. Gyedmaróz, gyerekek. Télapó, Mikulás, nem, tök mindegy. Persze, a szeretet a lényeg. Mikulás. Egyébként még nem is piros volt, de az egész egy baromi nagy tévedés. Nagyon jó, most láttam valamelyik nap egy Mikulás futásról képeket, irgalmatlan sokan voltak. Nem, Angliában rendezték, és nagyon jó volt, mert hogy nem tudnak kivetközni magukból a britek. Nagyon sokan voltak pirosbe, de nagyon sokan voltak kékbe. És a kékek, azok Everton szurkolók voltak, mert nem voltak hajlandók felvenni a Liverpoolnak a színeit. Tök helyesek. Iszonyat nagy arcok. De ez jó. De hogy így ilyen ezrek voltak, és akkor minden harmadik Everton drukker volt. Nem tudtam, hogy miért. Ezt oda írtak, hát ők különben a Liverpoolnak nem fognak drukkolni. Még akkor is, amikor a Mikuláson, akkor se. Na mindegy, igen. De jó, ne vegyék föl, persze, hát érted? A klubhűek azok nem veszik, vagy még Mikulásnál sem. De ez a Mikulás futás, ez van nálunk is, vagy volt egy pár évig, nem? Befulladt? Most nem vagyok benne biztos, hogy tudom. Sőt, biztos, hogy nem. Az egyik haverom csinálta egyébként. Már hogy ő szervezte. De nem tudom, mi van vele. Most te ülsz itt velem szembe. Többet látlak, mint bármelyik barátomat. Hát persze, hogy tőled kérdezem. A jelmezes futások azok nekem nem jöttek be soha annyira. De ezt egy tökéletesen meg tudom érteni. Anett, hello, jó reggel. Hello, jó reggelt. Nekem Mizu. Egy bohóc futáson kellene mindenképp részt venni. Neked vagy nekem? Neked. Csak azt látnád, hogy utoljára futok, és mindenki és gáncsol, gáncsolok, ráugrom, egy nagy beverés, futok tovább, megint lekapok egyet. Nem tudom, hányan lennének, de egy párat magammal vinnék.
még legyőznének. Na, mi újság? Járt nálunk is a Mikulás. Kedves. Elpopsizott? Tegnap este jött? Igen. Igen? Hát nem ugye reggel. Vizerre? De mivel? Ryanairre? Mivel jött a Mikulás? Igen, nálunk modernizálta honnan magát. Jött? Igen. Hát nem ugye, hogyha most reggelre jön, akkor az végül is eléggé egy oldal. Lapföldről vagy megint Varsóból? Igen. Nem mondhatom el, hogy honnan. Ez az első Mikulásotok. Igen. Ó, hát akkor itt még nagy eldugás. Igen, még akkora eldugások, hogy az még még ide dugom, oda dugom, haj, de vicces, berakom a cipője alá. És amikor Mászi nem talál több mindent, még a kabátjába is bedugom. Hm? Hát azért ennyire nem estünk túl szívesben, nem. Én ragaszkodom a hagyományokhoz, tehát annak a kevés cipőben dugás. A hely. Hát nem kell. De az alapos. Hát, igen, nem, hát gyors, gyors. Egy nagyon dugjon az ember, nem? Hát, igen, és azt is tempósan. Nem, tehát minden. És hova, kabát, cipő, hova? Nem, cipő. Cipőben? Cipő. Igen, igen. Ki találta meg először? Ő indult reggel egy korai Budapest-Brüsszel Budapestre, vagy nem, te? Nem, hiszen mondtam 3 perccel ezelőtt, hogy este volt. Hát jó, az már 3 perc volt. Hát, ha mennyi mindenről beszéltünk már azóta. Nem, nagyon neki volt. Készült? Igen. Igen, igen, én is. Készítettem kis csomagot, ilyen régebbi édességekkel. Na, lejárt szavatosságú. Nem. Macsolás csokoládé. Korrekt vagy. De ezért kérdezted, hogy van-e még itt a szebb fényben valami. Összeszedtem, mezgeréltem itt egy kicsit a rádióban, vittem ezt azt. Nem ilyen régi gyerekkort idéző édességeket is vettem. Na, egy téli fagyit. Téli fagyit. Na, az legjobbak egyébként. Óriási. És sosem jár le a szavatosságuk, olyan, mint a só, nem? Korlátlan ideig fogyasztható. Igen, na, igen. És a limópornak örül. Robbanó cukrot is kapod? Azt nem, francia drazsét. Ó, francia drazsé. Egy jó francia drazsé. Egy jó marékkal. Egy jó marék francia drazsé. Az nem lehet, hogy valami húsvétról maradt? Nem. Még egy nyuszi hozta. Na, és te mit kaptál? Mert most csak azt mondod, hogy te mit adtál, de mit kaptál? Mivel tett boldoggá? Én ékszert kaptam. Ó, hát Mikulásra ékszert, karácsonyra mit? De nem repülőt a... lenyúlva vizertől, vagy mit csinál majd? Ezt a két pálcást. Tudom, hogy két pálcást. Na, ezt kaptam. Nem, az egy volt. Az mi? Az nyaklánc, Jani. Így hívják. Ja? Ez a nyaklánc. Mond is mindig mondta, hogy egy ilyet akar. Semmi, nem tudom, be az a lányok fölteszik a nyakukba, hátul összekapcsolják. Ez a nyaklánc. Nézd meg közelről. Így néz ki egy nyaklánc, látod? Érdekes. Ugye? És még csillog is. Veszélyes, beakadhat bárhova, ne vegyél múlni. Sose láttam a kvelle katalógust. És hogy volt, hogy rálép, kutya fájt, hogy szúr a cipő, kiütöm belőle, valami belemászott. Nem, nagyon édes volt, mondta, hogy összefutott az öreggel is, nem volt ideje behozni az ajándékot. Apádék úgy, már mentek Ausztriába, hogy a kutya fájt. Összefutottam az öreggel, ruhája nem volt, baromi nagy puskája volt. Nem, hogy odafent összetalálkozott az öreg mókussal, és akkor hogy küldi nekem az de ajándékot. Jó, de ez egyébként tök cuki. Ez helyes. Ez jó, ez na. Úgyis kihal majd ezt belőletek pár év múlva, de hogy ez most még tök helyes. Nem mond szóval... már, ezek nem. De, micsoda. Valaki a gépen hagyta. Igen. Körbenézett, tudod, itt ez. Hát csak van itt valami. Nézzük csak a fakokat. Ja. Szépen be is volt csomagolva. Milyen de jó mobil, ezt megtartom. Sose volt. Ja? Gyerekek! Nem már! Figyelj, idő után azért picit megkopik, nem? Hát legyünk, oda kell erre figyelni. Őrizgetni kell a lángot. Őrizgetni kell a lángot, ahol leginkább gyerek van, ott már gyereknek legyen jó, így a gyerek, úgy a gyerek, lisztet szórsz ki, majd belelépsz, és akkor látod a lábnyomot, mit tudom én, mivel teljesen kevered? Felépíted a sztorit. Ez a paprika tévén. Miről veszed? Micsoda? Lisztet szórsz ki, nem csináljátok? Néha igen, de utána rögtön porszívóz. Feri, fogadjunk, te tudod, miről van szó. Lisztet szórsz ki. A srácokkal leszórtod a lisztet, az a bejárati ajtó elé, és másnap reggel látják benne a nagy lábnyomot. És beleteszel egy lábnyomot. És azt mondod, hogy nézd meg, itt járt a Mikulás. Na. Lebuktatod az öreget. Nagyon komoly. Hát ott. CSI. De ezt figyelj, hallod? Hát, és ezt szépen belerakod, na, és akkor arra koncentrál, csak nézed, hogy reagál, mitre örül, nem örül. Én 3 napja a jelmezemmel vagyok elfoglalva, tehát hogy más lesz a fókusz, ha gyerek van egyébként. De tényleg, sajnos, hát ennek ez a rendje. Hmm. Na mindegy, úgyhogy most élvezd ki. Jó. A nyakláncot is, meg a Mikulást is. Okay. De milyen romantikus, nem? Nagyon. Nagyon kedves. Igen. Hát meg még kaptam egy kis angyalkát is, meg egy kis mécses tartót. Meg na jó, nem, most már kezdek. Istenem, te szép. Komolyan. Hát, hihetetlen, hogy mik vannak. Olyan rajlékokat. Én őszintén mondom, hogy jó teveg. Nyaklánc. Nem, tényleg szép. Hogy állunk játékkal, gyerekek? 3-0. Kinek, nekünk? Aha. Kinek? Hát, elégedetlen vagy? Érzek egy kis elégedetlenséget a hangot. Hihetetlen, hogy végtük csütörtök.
De igen, csütörtök is azért van 3-0. Jó, hát ez is sikerült. Ha egy óra múlva megkérdezed, akkor csütörtökön 4-0 lesz. Úgy már kijön matematikailag, igen. SMS számot mindenki tudja, aki nem, az nem. Anett jön a hírekkel, tessék jelentkezni játékra, itt vagyunk mi is mindjárt. Ez itt a Morning Show. 6 perc múlva 7 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Baleset a 85-ös számú úton Peresztegnél, valamint M5-ös Szeged felé a 39-es kilométernél kamion defektet kapott vele, nincs baj, de a gumitörméléket kerülgetni veszélyes, mert a belső sáv jeges. Ezt is kaptuk SMS-ben. A nagykörösi már Kispestnél beállt, nem tudni miért, írta Veronika. Valamint felmarták a burkolatot, és nincsenek figyelmeztető táblák a 10-es úton Solymár és Pilisvörösvár között. Óvatosan menje mindenki. A Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé kanyarodó sávban egy elromlott csuklós busz áll. Mi más állnak? Persze, nyilván. Óvatosan. Árpád híd full köt, csúszik nagyon óvatosan. Gabi, valamint Csepeli gyorsforgalmin Csepel felé az Agyipkút előtti hídon az egy autó keresztbe fordult. Két sávot már le is zártak, híd lefagyva. Fú, gyerekek, hát ez kemény. És még csak 7 óra előtt vagyunk néhány perccel. Szokjuk meg, hogy csúszik, jó? Szaktársak, picit, csak egy 10-essel kell lassabban menni, vagy mondjuk egy 20-assal, és akkor már nem olyan. Gyerekek, egyelőre nagyon lelkismeretes téli vezető vagyok, azt kell, hogy mondjam. Kicsit itt vagyok mindig előbb, nem 45-kor, hanem 38-kor, 39-kor indulok. Az, aki tudja, hogy reggel mennyit számít egy-egy perc, az tudja, hogy 6-7 perccel előbb indulni, az pont az, hogy 30 km/h kevesebbet tudsz jönni. Lelkiismeretesen, lassan, nem sietek, lassan vezetek, hogy Sasza keleti oldal, nyugati oldal cím számában tette mindezt. Átálltam téli üzemmódra. Nem? És nem, téli gumi van már? Micsoda? Téli gumi, gyerekek, minden? Föltéve, nálam is, a nejemnél, úgy utálom ezt a szót. A drága nejem. A drága nejemnek föltetettem, gyerekek. Felelős állampolgárként viselem a téli útviszonyokat. Így is kell. Beérett a ennyi? Férfi. Ennyi? Ja, semmi? Gratulálok, bravo. Hurrá, milyen kitűnő fiú vagy! Mindenki hozzon egy-egy porrat a peskőnek. Többet kapok. Nem, de jól. Jól tetted, nagyon jól tetted. Igen. Nem tudom, ezek a nagy autók, ezek nem csúsznak kevésbé, mint a kis autók? Nem, hát ezek van nehezek. A tömeg között így. Azt szokták mondani a kamionosok. Ha egyszer megindul. Igen, hogy én nagyon sokáig nem csúszom de ha megcsúsztam, akkor... Hát nagy a tömeg, hát a szánkóban is akkor csúszol jobban, ha sokan ültök rajta, mert nagy a tömeg. Hogyne? Hát egy 2-2,5 tonna azért az úgy megindul, azt azért ott úgy kapaszkodni kell, hogy ne csúszszál meg. Úgyhogy vigyázni kell. Igen, jó, hogy 4 kerék, meg mindenfélét csinálott a futómű, hogy azért így egyenesbe rakja az autót, de persze, hát 2,5 tonna, hogy elindul a lejtőn. Ismeretlen számomra az érzést. Kölcsönadod a hétvégére a Verdát? Kinek? Neked vagy a negyednek? Mennének egy kis kirándulás. Automatát tud vezetni a Móni? Persze. Igen? Attól függ, milyen automatát. Nagyon automatát. Igen. Semmi. 60 fokon bedobja. 60 fok automata, fél automata, centrifuga is van benne. Ne, automatát más vezetni. Tudod, mivel más az automata? Én nem, de ő igen. És mivel ő vezet, ez szerintem nem is olyan nagy gond. 2 darab pedál van csak benne. Nincs kuplung. Tehát a bal lábad eleve nem játszik. Folyamatosan pumpálni kell? Hát azt csinálni, nem kérdeztem, azt csináltok a kocsiban, mit akartok. Hát nagyon. Két pedál. Nagy a csomagtartó. És folyamatosan dolgozik el. Igen, tudom, milyen. A bal lábadat nem használod, és azért arra át kell állni. Szóval az egész más. És bal lábbal ugye, aki automatába ül át, úgyhogy váltósat vezetett, vagy olyat, ami a manuális volt, az ugye a bal lábával egy csomószor rálép a fékre, mert azzal akar kuplungot nyomni. És a legelső pedál, amit megnyomsz, az a fék középen. Tehát a bal lábat ki kell lógatni az ablakon. Konkrétan az nincs. És ugye itt úgy váltasz, hogy a fékre lépsz, és akkor húzod a váltókat. Tehát egy picit más az automata azért. Életem első ilyen élménye, amikor egy automatába beleültem, egy kedves barátomé volt az autó, akinek olyan riasztója van, hogy tud bejelez egy központba. Igen. De ha nem ütöd be a kódot, amikor le is tilt, akkor le is tilt. És ezt elfelejtettem mondani, beültünk a kocsiba, ő ugye az anyósülésen, én a helyemen, és akkor mondta, hogy automata bal lába tett ki, ez jó, mondom, oké, elindultunk, és ez csak felordít, mert nem ütöttük be a kódot, hogy azonnal állj meg is! Annyira stressz helyzet volt, és már mentünk 50-nel. Hogy bal lábbal a fékre, mert ugye a rendes autóval kuplungolsz egy gyorsat, és aztán jobban szépen fékezel. Igen. És mintha a kuplungot nyomtam volna, na azonnal fönt voltunk a szélvédőn mind a kettőn. Az 50, ugye hát kuplungolni akarsz bal lábbal. Persze, és rálépsz a fékre, és az konkrétan satú fék. Az volt. Persze. Más sztori, igen. De majd egyszer szívesen odaadom. A méretek miatt. Egyszer volt nálunk az egyik ilyen autósponzorunk kitelepülésünk révén, köszönjük szépen így utólag is, egy ilyen nagyobb autó, hát akkor lett az arcunk.
Na érted már? Hát akkora, egész más. De most akkor kezdtem érteni, hogy miért vagy olyan, ami ne, hogy... Igen, hogy miért viselkedsz úgy az úton, ahogy viselkedsz. Annyi önbizalmat adott, hogy hihetetlen. Más, nyilván más, egy kis autóba, sokszor már Mikinek ott egy nagyon pici autója, mentem a nulláson, halálfélelmem volt. Mész a belső sávba, egy pici kétajtós kis, mit tudom, Mitsubishivel, vagy nem tudom, milyen volt, egy kicsi Colt, még a régi gömbölyű hátú Colttal, hát ott egy kamion elmegy melletted százzal, hát ott kész, véged van. Na, de ezt vissza kellett adnunk, ezt visszaszerényeltünk utána, még a Lidl parkolójában a kocsit toló néniknek is elsőbség. Visszaszerényeltetek picit? Darabig még mutogattál ki. Igen, de akkor már nem volt. Igen. Nem volt jogos. Na jó van. Nézzük ki a mai játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát négy tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello Miklós! De friss, de aktuális. Miklós, nem szoktunk ilyet, mert akkor egész nap köszöngetnénk, de hát ez ma azért egy picit nem, más, úgyhogy boldog nem szeretném letörni, köszönöm, nem szeretném letörni a lelkesedést, és ezúton szeretnék elnézést kérni Anettól is, de Feri vagyok, nem Migi. De már azóta próbálkozok, mióta a Klassz FM megalakult, és már voltam, Katika, Miklós, Juli, minden voltam, és sose kerültem, mert valamit be kellett vetni. Ja, értem, egyébként Anett, vagy Anna, akitől bocsánatot akarsz kérni, nem Anett. De hogy, tehát akkor tulajdonképpen elismered, hogy finoman behazudtad magad adásba, erről van szó. Muszáj volt, igen, elnézést kérek még. De mi volt az SMS-ed? Írtál valami különlegeset is, hogy ma a Miklós nap, névnap, már nem mindjárt nézem. Igen, kis verset írtam, versecskét írtam. Nem hiszem el. Mekkora cselgép vagy. Te mekkora egy kamugép vagy. Szegény Anna nagyon átvágtak. Anna nagyon-nagyon csúnyán átvágtak. Nem tudsz mit csinálni, nem vagy hibás. Boldog Mikulás napot, mivel nevem napja vagyon, játszani szeretnék nagyon, igenemet játszani, Balid Janit Ferit megverni. Aláírás Miki. Hú, te benyaltuk, gyerekek. Hát, nem vagy ügyetlen. Rossz a vonal, ne haragudj, le kell tennünk. De miért van itt valaki? Jó, gyerekek, ennyi hallgatói leleményesség kell. Ha egy hallgató behazudja magát hozzánk, ám legyen. Jó? Na mi van most? Már három éve próbálkozok. Három éve? Igen. Még a Damban is a pirítózban? Igen, a Danubiusban egyszer játszottam veled, de hát az már mikor volt, nagyon régen. Hát ott még nem is volt ez a játékunk. De volt. Fekete-fehér biztos. Nem volt. Volt. Itt kezdtük el? Itt kezdtük el. Megvan az ajándékot csak magam vele, a Danubiusból. A fekete-fehér. Igen. Gyerek, írja már meg valaki, hogy volt a pirítósban fekete-fehér. Elmondom, mit csináltunk. Toldát a házit játszottunk. Mit csináltunk a pirítósban? De hülye név, ez már nem szeretem. Nemek harca! Vagy az. Látod? Hát az csak tudjuk, mi volt a műsorunkban. Persze. 100 000-es perc is volt. Így van. Azt vissza kéne hozni, az egy jó játék. Új, de jó volt. Igen. A 10 kérdésem túl voltál, ugye 1 perc volt az egészre, akkor meg volt a 100 000, igen. Persze. Na. Hú, gyerekek, nagyon megcsúsztunk. Kivel akarsz játszani, miért pont fel? Indítsd az órát. Jó. 3, 2, 1, fire! Most akkor hogy hívnak? Miklós? Elkezdtük már a játékot? Elkezdtük, hogyne, persze. Nem eltelt egy te vagy az Balázs? Én vagyok. Te ki vagy? Most akkor ki vagy? Én Feri vagyok. Hazudsz? Kérdezhetek én? Hazudtál most? Sosem szoktam hazudni, csak másképp állítottam be az igazságot. Szeretnék kérdezni? Egyébként, igen. Természetesen. Ez jár annak, aki behazudja magát adásból. Miklós, Ferenc, ott kicsúszott? Kicsúszott? Meg volt az. Valljuk be őszintén, legyünk őszinték. Na. Feri, Miki. Ki volt? Egyik szemem sír a másik nevet. Egy felet kimondtam, másik felét nem. Ott egy igen. Igen. Egy csúsztatás egy napra elég. Igen. Azt mondod, hogy igen kötő. Hát az még úgy jól lett volna. Mire gondoltam, de hát mindegy, legyünk szerek. Igen. Bocsánat, de ez most nem sikerült. Ott az, ez baj, jogos volt. Ez kibukott. Köszi Miki, Feri, vagy bárhogy is hívjanak. Ciao. Köszöntöm szépen, sziasztok. Boldog Mikulás napot. Nektek is, vagy neked is. Ciao, bocsánat, hello. Fú, szegény, hogy 3 éve próbálkozik. Na de hát. Ez van. Hát ez egy ilyen játék. Majd 3 év múlva megint megpróbálom. Menni kell. Így van. Anett jön a hírekkel, 7 óra múlt pontosan 3 perccel, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlt 18 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. A Morning Show SMS száma 0636 45 00 00.
Meghalt az internetem, nektek is bojkottálják az adást. Nekem már a gépem sincsen. Igen, Jani elől elvettem a gépet. Vagy most adod, vagy soha. De fura, mert közben az SMS falunk az még működik. De minden más viszont nem. De nem is baj, mert hogy ami drága hallgatóink küldtek nekünk közlekedési híreket, amiket látok, úgyhogy tudom mondani. Milyen a régi M0-ás? Köszönöm, Peti. Hát majd mindjárt nézzünk közlekedési híret, és akkor mondjuk. Frissítsél egyetlen. És akkor ott lesz. Azt mondja, hogy Komárom-Esztergom megyében Bakonyban, Bakonybank helységben baleset történt, felborult egy teherautó, a mentés még tart, és lerobbant egy trollibusz a Hungária körúton a Salgótarjáni út után a stadionok felé, másfél sávot foglal el. Az előbb egy csuklós busz robbant le, most egy trollibusz, tegnap a metró, erről mi akarok pár mondatot beszélni. Nem bírják a hideget, a meleget. Nem bírnak semmit, Jani, igen. A langyosat vissza. Igen, semmit nem bírnak. A 10-es főút a Solymári körforgalomtól Budapest felé arra szól. Boldog Mikulást mindenkinek, szép napot, Szilvi! És le van zárva a Nagykörösin a határút feletti felüljáró. Miért nincs egy rendőr már az elején? Le van szórva az út, vagy baleset volt, vagy csinálják, vagy jeges volt, írja Veronika. Na, és mi van legfölül? Kaposvár és Balatonszemes. Azaz? Ja, azt hittem, hogy a nulláson. Igen, tömeges baleset. Úristen, mentő, tűzoltó az árokban, tükörjég az út. Te jó Isten, gyerekek! És ez még csak a télnek az eleje. Még semmi nem történt. Nem? És a hétvégén jön a hó. Ez most komoly? A jégre. Igen, azt mondják, hogy lesz belőle csapadék, még a mennyiségével nincsenek, nagyon tisztában a kedves meteorológusok, most már egyre óvatosabban fogalmaznak, hogy nehogy tetten lehessen érni őket. Talán ez szó, talán nem. Igen. Vagy hideg lesz, vagy. Csapadék biztos, hogy lesz, csak nem tudják, hogy mekkora mennyiségben. Aha. De mi ez, csütörtökön nem lehet látni, mennyi hó esik? Hát azért az már nem kell nagy tudomány, hogy megmondják, nem? Annyit tudnak, hogy jön a hideg légtömeg, meg jön a meleg légtömeg, és itt fognak találkozni a Kárpát-medence felett. Valami találkozik valamivel. Gyerekek, egy pár mondatot erről a metróról azért beszéljünk tényleg. Bár lerágott csont, és már mindig beszélünk róla. De hogy ugye hallottátok, hogy mi történt. Itt most megint tűz volt, kiürítettek egy megállót, nem mondták angolul, magyarul mondták, az emberek egyébként tudták a dolgokat, mentek, oltottak, kimentek a metró alagútból, vagy hát magából az állomásból. Tehát mindenki jól csinálta. Mi utasok megint jelesre vizsgáztunk. Türelemből, nem? Pánikhelyzeten való eluralkodáson, mentésből, oltásból, evakuálásból, mindenből. De hogy tényleg meddig csinálja ezt a BKV? Tehát itt emberek tízezrei költenek el sok-sok ezer forintot azért, hogy eljussanak A-ból B-be. És ez már nem arról szól, hogy lassan tudsz eljutni, vagy nem tudsz eljutni, hanem arról szól, hogy előbb-utóbb valaki meghal. Hogy élve tudsz eljutni, vagy... És ebben semmi túlzás nincs, ebben semmi bulvárhajhászás nincs, nem azért beszélünk róla, mert ez a szenzációhajhászás. Gyerekek, itt megint égett a metró, alkatrész került ki, meggyulladt az olaj, lángra kapott. Én értem, hogy most még nem történt semmi, meg én értem, hogy magyarázzák, hogy vizsgálják, és semmi komoly, és összeszedték az alkatrészeket. Volt egy kis tűz, mert ott az olaj az meggyulladt. Én értem. De ha ilyen baleset történik, és még emberek vannak, vagy menet közben történik, és a metrónak meg kell állni, nem tudja kinyitni az ajtókat, lángra kap egy szerelvény. Értitek, hogy ezek most már csak hajszálak, amik elválasztanak ettől? Az óriás szerencse miatt nem volt. A szerencse? Ugyanúgy a buszoknál. Ami a BKV mellett áll, az most jelen pillanatban már csak a szerencse. Semmi más. És ne gondolják azt a vidékiek, ezt mindig elmondom, hogy ez őket nem érinti, mert az ő pénzükből is kap a főváros pénzt. Ez az ő pénzükből is megy. Ez a magyar adófizetők pénzének egy része megy egyébként a BKV-hoz. Ez mindenkit érint. Debreceni, Szegedi, Miskolci, Paksi, Pécsi, teljesen mindegy. Hát meg ez az akkor is elkeserítő. Ami százezreket érint, az én azt gondolom közügy. És nem tudod azt mondani, hogy hát ott a fővárosban teljes mi történik. Nem, mert a te pénzed is ebben benne van. De nem megdöbbentő, gyerekek. Hát? Szóval ezt így hallgatom tegnap, hogy itt áll meg egy trollibusz, ott fagy le egy busz, megint lángol a metró, ki kell üríteni a megállót, hogy még mire várnak. A hármas metróról már mindenki elmondta, hogy életveszély. Ilyen vizsgálat, olyan vizsgálat. Ez már bebizonyosodott. Lassítani kell a szerelvényeket, 50-10-el mehetnek, nem egyszer gyulladt már ki egy-két dologot, meg füstölt, ugye? Ezek már előjelek. Tessék? Ott beázik. Hát ott áram van. Egy metró beázik, be. Csöpög. És tegnap megint ezt hallom. És nem járok BKV-val, autóval járok, ha tehetem, nem is fogok fölülni, ameddig lehet. Komolyan mondom, inkább nem eszem. Ha azon múlik, és 1000 forint lesz egy liter benya, akkor elkezdünk koplálni, nem ülök föl BKV-re. De hogy ez egy olyan hazárjáték, amit csinálnak,
aminek te is érintettje vagy, hát rengeteg főváros érintettje, hogy rázat troli, érted? Hát erről is mennyit beszéltünk, hogy ugorjanak le az utasok, és ne lépjenek egyszerre a földre meg a trolira. De döbbenet! Döbbenet, ez nincs máshol, sehol, se Európában, se sehol. Nincsenek ilyen átkínunkba vagyok belőle. Igen, már röhögsz, de hogy ebben előbb-utóbb valaki meghal, és ebben tényleg semmi túlzás nincs. És lehet, hogy pont te leszel ott a metrón, Jani, vagy pont az, aki most minket hallgat. Lemész gyanútlanul egy hétfő reggel, és egyszer csak az, hogy füstöl a kettes kocsi, meg kell állni, és kész, kitör a pánik. Érted? Nem is kell, hogy komoly tűz legyen, valaki csak fulladjon meg füstben, vagy bármi. Hát, vagy ilyen, mit mond meg, majd egy a BKV? Ember. Mit tud mondani? Azt, hogy hát igen, tudtuk, de nem tettünk semmit. Tudtuk, de nem volt rá pénz. Hát ezt tudja az állam, ezt tudja a kormány, ezt tudja a BKV, ezt tudják azok a független szakértők, akik már egy csomószor elmondják, hogy valamit kell csinálni, mert a metró életveszély. És nem csak a kocsik miatt, a sinek miatt, az állapotok miatt. És nem csinálnak semmit. Lassan hol van az a pont? Felelősségnyilatkozatot kell aláírnod, hogy saját felelősségre utazol, egy, illetve, hogy akinek van mit én tűzoltó vizsgája, az hamarabb beszállhat, mert hát, de nem, hát egy vicc. De hogy mikor áll majd oda valaki, és mondja azt, kihátrálva a BKV mögül, hogy én nem tanácsolom a BKV-n való utazást, vagy legalábbis a metrót nem tanácsolom a fővárosiaknak. Komolyan mondom, tehát azt mondom, hogy le a kalappa, bárki mondja, a tarlós mondja azt, hogy gyerekek, én most köszönöm szépen, nem vállalom a felelősséget. Valaki előbb-utóbb itt komoly balesetet fog szenvedni. Reméljük nem sokan, reméljük kevesen lesznek, de kedves fővárosiak, tegyék meg, hogy nem utaznak, mert én, mint a főváros vezetője, nem vállalom a felelősséget azért, ami itt történik. És lehet azt mondani, hogy én nem voltam azon a metrón, meg nem én utaztam, meg csak egy kis füst volt, meg jaj, nem kell túlpánikolni. Nem erről van szó. Emberek igénybe vesznek egy szolgáltatást, ami lassan azon múlik, hogy kifullad meg, kiég meg, kitráz meg valami. Ez döbbenet. Hát ez elképesztő. Tegnap hallottam, még ma reggel is, hogy Anett elmondta, meg olvastam hírportálokat, hogy összeszedték a szakadó alkatrészeket, és ugye a metró szerelvénynek az alján az áramfelszerelő szakadt le, és ott volt egy kis fáradt olaj, ami lángra kapott. Érted? Hát na, ez megtörténik az alagút közepén. Ahol olaj van, ott láng is van. Tessék? Ahol olaj van, ott láng is. Igen, hát ahol Balázs, hát ahol fát vágnak, ott hullik a forgács. Én ezt értem. És nincs ember, aki kiállna és azt mondja, hogy nem vállalom tovább a felelősséget. Ki falasz kinek? Miért nem mondhatja ki ezt valaki? Mert ha összeomlik ez, ugye valahol érthető a dolog, ha megáll a fővárosi tömegközlekedés, akkor megáll a főváros. Bizony. Neked de valahol el van, kell jönni annak a pontnak, hogy omoljon össze, van. Mert a magyar ember az mindig olyan, hogy amikor meghal három ember egy diszkóba, akkor utána szigorítják azt a törvényt, bizony, hogy egy szórakozó helyen nem lehet csak ennyi, amikor meghal valaki az utakon, akkor szigorítják a gyorshajtást, amikor valaki, nem tudom, részegen vagy kábítószeres állapotban balesetet okoz, akkor másnap azt mondja, hogy szigorítani kell ezen, és akkor utána egy hónapra rá szigorítanak, majd valaki meghal a BKV-n, sok százezer potenciális áldozat van. Tegyük hozzá, ugye? Hát azért vagyunk egy páran, akik potenciális áldozatok lehet, és azt mondja, igen, hát ezt tudtuk, akkor most már tanácsos lenne mondjuk leállítani a metróforgalmat. Hát miért kell megvárni? Nem? Értem, hogy elmegy, el lehet menni 3 km/h is, tehát lehet itt minden utas kezébe poroltó, de akkor hívjuk ezt máshogy, érted? Kalantúrának, mit tudom, tábornak. Vannak ezek az összehozó dolgok, amikor ilyen cégek mennek, mi ez egy csapatépítő tréningnek, tehát akkor szedjen be ebből a BKV-hoz, és mondja azt, hogy munkahely vagy. Nem szereted a munkatársad, de gyere utaz BKV-val, és most már kínomba humorizálok, mert egyébként a dolog egyáltalán nem vicces. Gyere hozzánk 10.000 forintért, menjen a 3-as metron egy csapatépítő tréning. De hogy naponta emberek megbíznak egy szolgáltatásban. Ebben az a durva, nem? Te bizalmat adsz egy szolgáltatásnak. Eszel egy kenyeret, bizalmat adsz, nem? Szolgáltatás. Beülsz egy taxiba, bizalmad van a szolgáltatás felé. Kifizetsz nem kevés pénzt. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt nekünk a BKV szívességet tesz, hogy akkor most üljünk föl erre, és akkor hát most az milyen jó lenne. Nem erről. 10.000 forintot fizetsz ki. Ugye most láttam a 9.800. Hát 9.800. Érted? Nézd meg egy 4 fős családot. Mennyi pénzt fizet azért, hogy lassan beledögöljön abba, hogy BKV-n utazik, mert itt tartunk. És ezt lehet szépíteni, meg lehet mismásolni, nem volt komoly tűz, meg majd most a BKK vizsgálja, meg 3 nap múlva eredmény. Persze. Hát majd azt mondják, hogy a régi metrókocsi leszakadt, hát van ez így, megtörténhet.
és majd hoznak egy példát, hogy majd hát ez leszakadt, nem tudom, Stockholmba is. Na, oké, akkor mindenki megnyugszik. Hát ha náluk leszakadt, náluk is leszakadhat, nem? Érted? Lassan a nemzeti sport meg a kézkrém mellé bekészítek reggeli gázálarcot is. De az a durva, Jani, hogy ha meglátsz egy füstölő metrókocsit, akkor az utasoknak kell észnél lenni, hogy ne tapossák össze egymást, hogy erre fel legyenek készülve, hogy ne legyen pánik. És most megint az utasok voltak azok, akik egyébként ugye szépen rendben, egyes hírportálok szerint elhagyták a megállót, ugye nem mondták angolul, ott egy portál elemezte, hogy mit hibázott. De ez aztán a legkevesebb, most mondják-e angolul, vagy nem, a kínai megy a magyar után, tök mindegy. Jön egy angol, az úgyis arra fut, amerre a többi magyar fut, teljesen mindegy, akkor nem figyel, hogy mit mondanak. Megy a kiárat felé, amerre a többi magyar megy, nem? Hát most mit tudsz csinálni? De hogy majd rajtunk utasukon múlik az, hogy életben maradunk-e a BKV-n, vagy nem. És ebben most már tényleg semmi túlzás nincs. Amikor egy troli vezető szól, hogy ne lépjél le a járdára, hanem ugorjál. És aki nem mert megrázhat a troli, idős... könyörgöm, hol élünk? Figyelj, és az idős embert lelökték? Vagy ott mi volt? Nem, leemelték, hogy talán nénének szóltak, igen. Hát magyar afkós a néni, de nem lépünk egyszer a járdára meg a trolira, ugrunk. Mert megráz a nem tudom mennyi, mekkora feszültség van ott, érted? Van ilyen kis oltótok a kocsiban? Te tudod, hol a poroltó? Hozd el, jó. Mit? Hol a poroltó a metrokocsiban, te tudod? Lövésem. De nézd már meg, de komolyan mondom, nézd meg a kalapácsot, van. Hogy van még a ilyen kalapács? Kalapács van, de oltót én nem láttam soha életemben. Ez mekkora lenne már? De te azt sem tudjátok, hol az oltó? Nem. De van a metrókocsi? Kell aki... lennie, de szerintem a vezetőfülkében van. Aki tehát metróval nem utazik, látok ilyesmit az utasfülkében. Most komolyan mondom, aki metróval utazik most, és hallgat minket még, nézze már meg, hogy a metróban hol van poroltó. Hogy tudják-e az utasok? Áll a metró, hallgat minket, nézzen körbe, hogy ő most ott lát-e valahol poroltót, ha egy mellette lévő kocsiban a következő percben tűzült ki. Mit csinál a gyanútlan honpolgár, aki 10.000 forintért nem tett más, csak igénybe vette a BKV szolgáltatását? Tehát valami reggel úgy fogok beállni a megálló, hogy mint egy demonstrálva azt, hogy mire számíthatunk, hogy lesz nálam egy tűzoltóbalta, a fejemen lesz egy gázmaszk, és a hátamon pedig egy oxigénpalack. Így fogok állni reggel 5 óra 30-kor a határúti metró megállóba, és ne csodálkozzon senki. Az a durva jön, hogy nem túlzol. Tehát tényleg az kell, hogy neked, mint utasnak, le kell menni, és azt kell, hogy oké, viszem a gyerekemet iskolába, viszem a gyerekemet óvodába, itt áll mellettem a 6 éves gyerek, megnézem, hogy hol van poroltó. Mert ha a BKV múlik, akkor lehet, hogy itt döglöm meg. Érted? Viszont ha én utas vagyok, akkor legalább felkészülök rá, végignézem az összes kocsit, és legalább tudjam, hogy hol van az a poroltó. De nem beteg, nem érzitek? Hát ez elképesztő. Nem, most majd mindjárt megjavul az SMS falunk, és akkor látom az SMS-eket, hogy egyáltalán tényleg van-e. Tessék, tűzült ki, egy kocsiba álltok egy alagútba. Te tudod, hogy egyébként mi a dolgod? Menteni az írház. Tudod-e, hogy hova léphetsz? Mi ráz? Mi nem ráz? Ráléphetsz a sírre, egyszerre a villany és a sín, mikor ráz nincs meg? Nincs lehetőséget, tehát nem tudsz mit csinálni. Hát sok helyen az alagút annyira szűk, hogy nem tudnál egyébként, hogyha kinyitnák az ajtókat, akkor sem tudnál két oldalt mondjuk elmenni a fal és a metró szerelvény között. A szűkebb alagút, ugye én nem is sokat metróztam, másik... én is ott nem mindig kinyitják, és ott van a fal. Egyrészt ott nem ez... tudsz kimenni konkrétan. Másrészt ez nyilván mondjuk a metróvezető figyelmeztetni az utasokat arra, hogy van-e még feszültség az alagútban, vagy nincs elviekben. Hát, ilyenkor rögtön le kellene kapcsolniuk, mert különben nem tudsz elmenni. De hogyha azt veszük, hogyha például tűzüt ki, meg füst lesz, meg mondjuk olyan anyagok kezdenek elégni, mondjuk ezek a műbőr kárpítok, vagy ilyesmi, pillanat alatt akkor a füst lesz. És ott a füst. És a füst. Érted? Felmászol a metrókocsi tetejére. És egy metróban ilyenkor ott van 200-300 ember. Akik ha pánikba esnek, és mit csinálsz? Mented az életed, jogosan egyébként. Ez csak egy Die Hardban egyszerű. Igen. Ez jön egy kopasz ember, kinyírja a rosszat. De döbbenet. De tényleg döbbenet. És emellett már utasként, de nem utasként, sem tudsz úgy elmenni, hogy jaj, egy kis tűz. Mert most már szinte mindig történik ilyen, és mindig ezt hallod. És ennek az a vége általában egy rossz forgatókönyv szerint, hogy ebbe előbb-utóbb egy utas, egy két utas, vagy több utas belehal. Nincs más. Mi a kiút? Mi az alternatíva? Nincs. Nem? Hát innen ez jön. Most épp el tudták oltani. Hát most de jó, köszönjük, most eloltották. Elképesztő. Hát bejöttél, úgyhogy gondolom. Itt vagyok. Nem, hogy van poroltó, állítólag az van, hogy mivel nem lehet átlátni egyik szerelvényből a másikba, az egyik az mindig olyan kocsi, hogy ugye nem látod végig a metrót, tehát nem üvegajtók vannak végig, a motorkocsi, és a minden egyes ilyen szerelvényben van poroltó. De tehát, kint az utastérben? Nem, az utastérben el van zárva. Ott, ahol a, tehát mindegyik kocsi úgy néz ki, hogy lehetne sofőrkocsi is, vagy hogy mondják ezt, igen, a vezető. Igen, tehát be tudod a ülni, oda van bezárva.
bezárva. Oda van bezárva. Aha, aha. Na, de legalább tudjuk akkor, hogy... Tehát, na, de ez most egyébként komolyan mondom, ez a fontos. Hol a kulcs? Gyanítom a metró vezetőket. Aki jelöl van, aki jelöl de nem kocsival hátrébb. Nyilván ez a tudom én, egy négyzet alakú, nem igazi kulcsról van szó, hanem egy ilyen főkulcsszerűség, de az hol van? Az szerintem a metró vezetőnél, tehát hogyha alagútba szorulunk be, mert ugye mi ketten végig nézünk elég sokat, akkor így jártunk, akkor a Daylight című filmet eljátszik a Janival. Ez államban mindig multifunkciós eszköz, rám lehet számítani. És a kalapács még ott van? Az ott. Az ott van. Igen. Hát az legalább egymás reflexeit meg tudjátok majd nézni, hogy na, nézzük csak, jön a füst, nézzük milyen állapotban vagy, hűsérek kettőt a térdemre. Milyen jól mozgott a térdem? Milyen jól mozgott a térdem? Na jó, mennyi, mert jön a füst. Legalább ki tud verni az ablakot. Ez egész egyszerűen elképesztő. Na jó van, de erről muszáj egy kicsit beszélni, tényleg, mert minél többet beszélünk róla ilyen forma, hát ha valaki valahol egyszer azt, hogy gyerekek, tényleg álljunk meg, valamit csináljunk, nem? Hát teljesen jogos. Hát igen, csak azt mondja az egyik hallgató szintén, mert izzanak a vonalak, bocsánat, megyek is vissza a kis helyemre, hogy amíg 3000 sofőr van és 5000 adminisztratív dolgozó, addig ezen nem szabad csodálkozni. Hát nem nagyon sofőr, tudnak érdekelni. 5000 irodista jut. Igen, csak hogy állítólag nincsen erre különösebben, tehát ennyire nem lenne szükség, mondja olyan ember, aki nem akar adásba kerülni, mert férti az állását. Ugye, de nekem már nem ér, hogy sokat loptak, hogy ellopták, hogy mi történt az igen, előző rezsim alatt. Teljesen mindegy. Már nem ez a lényeg. Tehát itt már nem az a lényeg, hogy azért nem hozzuk rendben, mert az előző éra ezt vagy azt csinálta, kiloptak. Nyilván nagyon sok pénzt tűnt el, ezt mindenki tudja. Az elmúlt sok-sok évben sok pénzt tűnt el. Oké, de már ez sem vigasztal. Tehát már ezt az érát sem vigasztalhatja az, hogy hát mert ők ellopták. Mert ha valaki meghal, akkor az viszont az ő felelősségük. A főváros felelőssége, a vezetőség felelőssége. Érted? Hát tehát itt már nem tudok abban belemenni, hogy hát sok pénz, meg nagy, sok a bürokrácia, meg sok ember, meg hú, de durva, meg mekkora nagy ipar az, amit fenntart a békem, és egyébként a fele emberre állományra nem lenne szükség, az sem megoldás. Teljesen igazad van. Ez nagyon sok minden elmondható ebbe az országba, sajnos. Nagyon magam vinni egy Bianco búcsúlevelet, egy borítékba belerakom még a pontgyűjtőkártyákat, ráírom a lányom nevét, és minden reggelig szalok fel. A pontgyűjtőkártyádat ugyanúgy felzabálja a tűz. Jani, poroltót vigyél, egy kicsi kis poroltót. A kocsiból lett ki reggelente. Ekkora kis poroltót, nem hülyeség, komolyan mondom. 0-30-645-00-00 az SMS számunk, látjuk már az SMS-eket. Anett jön a hírekkel, aztán itt vagyunk mi is. Ez itt a Morning Show. 3:48, múlt pontosan 4 perccel. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Súlyos tömegbaleset történt, ezt külön a rendőrség kéri, hogy mondjuk be, nagyon fontos. A 67-es főúton Kaposvár és Balatonszemes között Somogy-Aszalónál, és elterelik a forgalmat. A rendőrség kéri, hogy aki teheti, most ne induljon el arra felé, mert iszonyúan csúszik az út, és Antalmajor, Somodor és Mernye településeken keresztül lehet menni. Úgyhogy azt valahogy ott próbáljátok kikerülni, mert a 67-es főút az egy ilyen jó kanyargós, ilyen egysávos út. Arra mentünk mi is egyébként, pont amikor Kaposvárra mentünk, igen. Úgyhogy ott mindenki vigyázzon, útelterelésen is teljes útzár, mert nagyon súlyos baleset történt, ráadásul nagyon csúszik az út, úgyhogy ha ott érintettek vagytok, akkor próbáljátok meg ne arra menni. Na, nézzük egy-két SMS-t, egyébként nagyon sok hallgatónk pont ott volt, ugye a metróról beszélgettünk, és ezen állapotokról, hogy tulajdonképpen tényleg mi történik azokkal, akik tömegközlekedést választanak. És nem is a bizalom, nem is jó szót használtam tényleg sokan, ugye nem is nyilván a bizalom miatt, hanem a szolgáltatás bizalma iránt, hanem egészen nincs más választásuk, azért mennek ugye BKV-val. Jött egy-két SMS, azt mondja, hogy vigyél kis poroltót, Jani, ha tűzoltása alkalmatlan, biztos jó parti hangulatot csinál a nagy por. Így szóval egyébként ez jó megoldás, igen. Buszvezető vagyok, a kalapácsokat ellopják, a poroltókat meg rongálják az utasok, tegnap meggyújtottak egy ülést. Tehát valószínűleg ezért nincs ugye poroltó, vagy porraloltó, mert hogy ezeket elviszik, ezért van ez ugye a vezetőnél elzárva. Uh-huh. Hát igen. Nincs poroltó, vagy porraloltó az utasfülkébe, mert ellopják, és ezért csak a vezetőnél van, írja Zoli. Igen. Tibetben medzint kell venni, hogy felgyújthasd magad, itt csak egy vonaljegy kell, írja Kazi. Az érdekes az egyébként, hogy a taxik 10 évesnél nem lehetnek öregebbek. Ugye? Bizony. Itt pedig egészen más történik, írja nekünk egy mosonmagyaróvári hallgató. És van valaki a vonalban, halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok, Vera vagyok. Hello Vera, szia, te ott voltál? Én ott voltam, igen, 10 gyerekkel jöttem éppen egy Mikulás rendezvényről, a Kávintérről,
ahol próbáltunk kijutni aztán a metróból. Legalábbis Újpest központig szerettünk volna eljutni, de már a Kálvin tér után 10 méterrel éreztük, hogy a metró meg fog halni. Elment az áram, majd mikor újra megpróbáltunk elindulni, hatalmas fékezés, megállt a metró, és a harmadik megállás után az áram is elment, úgyhogy vak sötétben álltunk. Ekkor az összes óvónő megpróbálta a gyerekeket összeszedni és megnyugtatni őket, hogy nincsen semmi baj, el fogunk jutni a Ferenciek teréréig, ami... És ott álltatok, ott álltatok a sötét metróban? Tehát se előre, se hátra, mondod, az emberek igen, akkor így próbáltak telefonok után nyúlni, hogy legalább valami világosság legyen. Úgyhogy a Ferenciek teréig éppen, hogy elgurultunk. Tehát annyi áramunk még volt, hogy oda bejutottunk. Akkor ott halványan hallottuk még, hogy jó lenne, ha kiszállnánk, mert valószínű nem megyünk tovább. Bármiféle tájékoztatást tudott mondani nektek a metróvezető? Közben, amíg ugye sötétben voltatok, ugye? Nem, azt kérdezett. Nem. Tehát nem tudtátok, semmi. Hogy mi történik? Nem. Mondjuk nem, ez alapvető lenne amúgy. Tehát, hogyha történik valami, már csak akkor is, hogyha lefékezenek, leáll valami, ha még nem is megy el a világítás, akkor se lenne baj, hogyha a metróvezető annyit mondaná, hogy nyugodjanak, előttünk van egy kis torlódás, semmi probléma. Nem, a legrosszabb az volt, hogy az előző csoport pedig az előző metrón volt. Tehát ekkor már azt tényleg azon gondolkoztunk, hogy azokkal mi van, velünk mi lesz, ők bejutottak-e valameddig, úgyhogy elég nagy volt a pánik. De az emberek azt gondolom, hogy tényleg ötösre vizsgáztak, ahogy mondtátok, mert a Ferenciek terén leszálltunk, velünk szembe külföldiek ültek, azoknak elmagyaráztuk, hogy jobb lesz, hogyha nem élvezik tovább a metró társaságát. Szálljanak le. A legrosszabb az volt, hogy akik lejöttek, azok ugye lent álltak, mi próbáltunk kiszállni, akik Kőbánya Kispest fele mentek, azok is leszálltak. Egy szemfelvonó működött, vagy ez a mozgó lépcső. De az emberek nagyon kedvesek voltak, mondták, gyerekkel vannak, menjünk előre, úgyhogy tényleg mindenkinek. És a ti helyzetetek azért is izgalmas, vagy hát még tragikusabb, mert 10 nem saját gyerekkel vagy. Erről már tényleg ne is beszéljek, hogy az ember igen, azt se tudja, hogy hogy fog elszámolni a gyerekekkel, úgyhogy nagyon izgalmas volt. Hát volt, amelyik elpikeredett. Szegényké. Hát most mit mondjak? Mennyit álltatok sötétben egyébként? Tehát, hogy mennyi ideig történt, hogy lelassul, remegy, hát megáll? Hát én azt mondja, 30-40 másodpercnél azért nem volt több. De hát az sok. Tehát ahhoz, hogy nem tudod, hogy mi van, ahhoz sok. Há, hogyne. Persze, főleg egy 10 gyerekkel. Igen, akik ilyen 3 és 6 év közöttiek. Igen, hát erre tényleg csak az legyint rá, akiben semmiféle emberi érzés nincs, hogy ez tényleg bárkivel előbb-utóbb megtörténhet, és aztán ebben semmiféle szenzációhajhászás, meg pánikeltés nincs. Ezek a jelenlegi állapotok, amik vannak a tömegközlekedésben, és ezt a vidéki ember ugyanúgy fizeti az adójából, amiről már beszéltünk, igen. Vera, köszönjük szépen, hogy elmondtad ezeket. Hát én köszönöm nektek. Köszi, ciao. Hello. Na jól van, jó. Megbeszéltük, akkor ezt tényleg ne is vegyük el az emberek kedvét, itt írják néhányan, gyerekek, jó rám hozzátok a frászt, most várom a metrót az alakútban, hagyjátok abba. Most kell metróra szállom, írja Zsolt. Igen, nem ez volt a cél, de azt gondoljuk, hogy ha egy ilyen fórum van az ember kezében, akkor erről igenis beszélni kell, mert előbb-utóbb azért ez csak eljut oda, el kell, és valaki tényleg lépni fog, reméljük. Óven bácsira és Beru nénire nyitunk rá már is, valakivel játszunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatuin hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Andor, hello, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Andor, honnan telefonáltál? Élről. Ó, hát akkor közel. Közel vagy, mit csinálsz? Árut szállítasz, dolgozol? Így van, pontosan megyek dolgozni, most indulok. Te az Andor a szállító vagy, aki szokott... Nem, én is az vagyok, de nem csak én hívom, ő más. Igen, mert van egy Andorra a szállítónk, így van. Oké, na figyelj, mutatjuk akkor, mit csinál Óven bácsi Beru néni először. Metróznak. Csak nem metróznak. Ez a Deák tér lesz. Kéreg alakítő közlekedés a Tatuinon. Gyerekek, ezt még nem csinálták, ez nagyon jó. Metróznak. De lassít a metró, megáll. Ez egy szerencsés helyzet. Elment az áram. Önfékezés. És még közben van erejük énekelni is. Megmutatjuk, hogy mit. Figyelj. Igen. Megkaptantak. Ez a Pretty Woman. Így van. De jó vagy. Várjál.
Azt hittem, ebből ez megmondhatatlan volt így elsőre, nem? Szép volt. Andor, nagy vagy. Elégető volt szerintem. Gratulálunk neked, király volt, adom. Jé, szép volt. Köszönöm. És már el is metróznak. Újra lassítanak? Itt állandó megállás. Mindig megállnak. Gyerekek, az egy jó film, nem? Tudom, nem horror, meg nem hal meg benne senki. Na, jó, az egy karácsonykor valamelyik kereskedelmi csatorna úgyis leadja. Tündérmese. Jó, Jani, hát vannak benne érzelmek. Meg hát mindenki ez... megnézi, előbb vagy utóbb. Igen, valahogy benne részletekben, 20 év alatt, de megnézzük. Igen. Andor, ügyes voltál, küldjük az ajándékcsomagot, van benne minden. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó? Jó munkát, ciao. Sziasztok. Hello, hello. 3 perc múlva 8 óra, Anett jön a hírekkel, közlekedést is mond, mindenki figyeljen, mi pedig jövünk Anett után. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, 9:45 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó, de mennyi még? Mennyi még? Jó a kérdés, köszönöm, picit vártam. 15 nap, gyerekek, 15 nap, 4 óra és 8 perc van még. De nyilván mi ezzel humorizálunk, persze, de nem kellene bedőlni, de azért jó tudni, hogy 15... A Szabi. A Szabi, igen, 15 óra, 4 perc, 8 perc, már csak 4 óra, 7 perc és 54 másodperc. Köszönöm. 15 nap, gyerekek, igen. Ugye, hát igen, a világ végéig, legalábbis egyes hitek vagy tévhitek szerint, hát aztán ezt mindenki döntse. Majd meglátjuk, majd meglátjuk. Az a 21-e. Mi egyelőre azon az oldalon állunk, hogy nyilván nem. De hát meglátjuk majd, hogy mi lesz. Óriási túlélő táborok, világvége utazások, hihetetlen milliárdos biznisz, de tényleg milliárdos, ami zajlik most, nem? Hát, egyértelmű. Utazási irodák, Dél-Amerikába szerveznek utakat, föld alá bunkereket adnak el, hihetetlen. Hihetetlen egyébként, hogy mi zajlik tényleg, hogy mekkora bizniszt csinálnak ebből, nem? Jó pénzük kipróbálhatott. A másik, már csak azért kell, hogy történjen valami, ugyanis ilyen tudatállapotban az emberiség nem tudom, egyharmada, vagy fele, kérdés, hogy mennyien hisznek ebben, még nem volt. Tehát annyi ember fél most a rossztól, és annyi ember számít valamire december 21-én, hogy azért ez emellett a természet nem tud elmenni, hogy ennyi ember ennyire negatív dologtól tart, és így rezeg együtt most, hogy úristen, valami lesz. Hát ez önmagában már akár generálhat valamit. Minden második, harmadik ember komolyan hisz ebben, hogy jön a világ vége. Akkor gondoljunk jóra. Hát nem feltétlenül ez jó rezgés, persze, hogy mondjuk a 7 milliárd emberből mondjuk most 3 azon töpreng, hogy mi lesz, meghalunk, nem halunk. Hát azért az működik ám az, hogy 3 milliárd ember ott együtt rezeg valami rosszra, az nem annyira jó. Indítsunk ellenrezgést, János, kérlek. Tehát érezeket bárhova, gyerekek. Nem vagyunk sokan, de legalább kevesen. Alábrezgünk. Az ellenrezgés résztvevő Jani és igen, Budapestről. De nem, egyébként tényleg érdekes. Na jó van. Van a közlekedési híreink. Budakalászi, Ossan, Szentendre előtt rendőrök leterelik a forgalmat a felüljáróról. Emiatt a Megyeri hídon, a Kalászi lehajtónál is alakul a dugó. Ráadásul köd van óvatosan a gázzal. Aztán a csepregi körforgalmat Bükk felé lezárták baleset miatt, ezt küldte nekünk. Valamint a Róbert Károly körúti dugó oka, hogy a Domusznál a Lehel úti csomópontban lerövidítették a zöldet, így csak néhány autó tud átjutni egy zöld alatt. És hát ott a 67-es úton valami rettenetesen nagy baleset van, már a balesethez igyekvő mentő is árokban állítólag, illetve a tűzoltó autó felborulva, úgyhogy fú, ott a 67-es utat most mindenki próbálja elkerülni, több autó ütközött, és tűzoltóautó felborulva, mentő az árokban, az egész 67-es útról mi most nagyon rosszat olvasunk, hogy eleve lefagyva, járhatatlan, használhatatlan, ha valaki érintett a dologban, akkor próbálja valahogy elkerülni, de teljes útzár is van, tehát érdemes másfelé menni. Most írják, hogy az elkerülő úton is egy kamion belecsúszott az árokba, amit ugye az előbb mondtunk, hogy merre kell kerülni a balesetet. Igen. Na most ott is már baj. Igen. Hungárián az MTK pálya előtt lerobbant troli a kőbányai garázsból jött ki, ez kb. 500 méter megtételét jelenti ütvepper, ezt már nem az előző óra miatt olvasom be, csak a korrekt tájékoztatás, nem is akarunk nagyon rá reflektálni. De köszönjük szépen. 0-30-645-00-00 az SMS számunk, ide várunk közlekedési hírek. Nagyon-nagyon fontos, és ünnepek előtt mindig felszoktuk hívni a kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy van nekünk a honlapunkon egy adok-kapok rovatunk, és most ez így ünnepek előtt nyilván még jobban felértékelődik, és oda várunk minden olyan embert, minden olyan hallgatónkat, akik rászorulnak mások segítségére, illetve azokat is, akik tudnak segíteni. Nem kell nagy dolgokra gondolni, sok esetben ez néhány kiló liszt, cukor, tartós élelmiszer. Szóval, hogyha valakinek szüksége van a segítségre, az menjen fel a honlapunkra ezért, ha meg valaki segíteni akar, akkor azért. Igen, hasznos. Csak ne pénzért adjátok, amitek van, hanem, hogy
kapok, adok, vagy csak megnézem, hogy akarok segíteni, és akkor kinek mit tudok adni. Tehát ha valaki a lelkiismeretének akar kicsit így jót tenni, vagy letudni egy évente egy adakozását, ami ilyenkor karácsonykor kicsit hatalmába keríti az embereket, ami nem baj, legalább ilyenkor, tehát ezzel egyáltalán nincs baj. Ott nagyon sok olyan van, aki csak kér bizonyos dolgokat, de nem is tud felajánlani. Csak ezt kér, vagy azt kér ruhát a gyerekének. És nem pénzt. Nem pénzt kérnek, már vannak fent egyébként friss kérések is, tehát hogyha valaki rászorul, vagy aki segíteni akarna, nem tudja, hogy hol segítsen, akkor az menjen fel a honlapunkra, és keresse ezt a bizonyos adok-kapok rovatot. Na, Nápolyba kalauzollak el egy kicsit benneteket. Felkészültetek egy Nápoly utazásra? Végre, erre se kell költenünk. Bejjebb vagy. Egy Nápoly utazással leszel gazdagabb a következő fél órában, és ingyen megúsztad. Van egy bizonyos maffia klán Nápolyban, Casalesik, így hívják őket, ők a Casalesik. És mi mosolygunk rajta, ott meg lehet, hogy leizzad valaki, aki meghallja. Az biztos, ugyanis most fülelte le őket a rendőrség, és kiderült, hogy több millió eurót ér az a popüzlet hálózat, amit ez a klán kiépített, ugyanis a térségben a nápolyi énekesek közül csak az léphetett föl, aki ugye a bűnszervezetnek leadta a gázsiát. Beleszóltak abba, hogy a házasodóknak kilépjen föl az esküvőjén. Beleszóltak abba, hogy a házasodók kit választhatnak énekesnek. Beleszóltak abba, hogy a nápolyi televízióba kilépjen föl. A helyi tévéknek megmondták, hogy csak és kizárólag milyen énekeseket szerepeltethetnek a tévében. És akik viszont énekesek voltak és leadtak a klánnak bizonyos pénzt, ott megmondták a kereskedőknek, hogy csak és kizárólag ezen és ezen emberek koncertjeire vehettek jegyet, és bizonyos teljesen névtelen pop előadó koncertjei rengetegen voltak, ugyanis az emberek kereskedők rá lettek kényszerítve arra, hogy az adott énekes koncertjére menjen el. Kemény. Vagy menjenek el, majd ugye hát le kellett adni 70%-át egyébként az énekes jegybevételének. De több is, mint a fele. Az én nevem Giuseppe Casalesi. Te itt nem lépsz fel, Ramazzotti, csak ha én is úgy akarom. De hogy gondolnád, Ramazzotti hogy... leadta, mert elég sok bulija van. Igen, Ramazzotti valószínű tejelt keményen. És az énekesek többsége a klántagok rokona volt. Tehát hát finoman segítették a családot, hát most mi ezzel a baj? Fi, az kitétel volt, hogy tudjon énekelni, igen. Vagy csak a pénz? Nem, igazából... És a színpadon, Enrico... Casalesi! Teljesen mindegy, a lényeg, hogy leadja a pénzt. Olaszország többi részén teljesen ismeretlenek voltak az arcok, viszont a nápolyiak számára sztároknak számítottak, és ismerték a nápolyi nyelvjárást, ugye hát ott egy külön dialektus beszélnek, és a Klánfőnök című dallal vált népszerűvé az egyik előadó, és kiderült, hogy ez a biznisz egyébként több millió eurót hozott már ugye a klánok konyhájára, ugyanis nagyon komplett nagy. Nápolyt és a térségen belül mindenkit megrendszabályoztak, és mindenkit arra kényszerítettek, hogy csak ezt adhatod elő, csak itt léphetsz fel. De milyen, amikor házasodni akarsz, teljesen gyanútlan honpolgárként, és vagy nagyon rossz akcentussal beszélő nápolyi megérkezik, azt mondja, hogy hello, amici. Te őt nem hívod meg, viszont meghívod őt zenélni a saját. És borítékolat a siker. Folyamán egy kezelésző a színpadon, valaki megszól a mögötted, tapsolni, bambini. Tapsolni. Bambini. Igen. Hogy ez, mint egy filmben lennénk, ez olyan, nem? Vagy a 60-as évekbeli Olaszországban, vagy a 20-as, 30-as évekbeli Amerikában, hogy ezt nem gondolnád, hogy ez még így megy. Képítették, ez olyan, mintha most nekünk mondjuk itt Budapesten megmondanák, hogy ki léphet fel az esküvődön, hogy kit kell szerepeltetni különböző zenetévékben. Elképesztő. Mert azt ugye eddig is tudtad, hogy az olaszok ezt szeretik, ezt a fajta irányítottságot, már hogy mondjuk drogid lehet, nő. A szeretik, nem szeretik. De hogy pont a popzenében, hát most nem mindegy, hogy ki. De ezek szerint nem, mert ha több millió euró, akkor nyilván megéri beszállni a bizniszbe. Igen, és ez hogy zajlik, hogy te egy klántag vagy, és akkor betöltöd a 18-at, és akkor elküldenek énekelni nápolyi esküvőkre, hogy hozzá pénz, hogy kinevelik a saját arcaikat? Vagy ez hogy zajlott? Ez már egy popüzlet volt egyébként, amit ők kiépítették, ahogy mondtam, tehát a CD árosítás, a kazetta, a különböző hanghordozók, tehát minden, mindenben benne voltak. És mindent csináltak. Hát annak idején náluk is volt ilyen hasonló jellegű a Sanzon bizottság, ahol eldöntötték, hogy mi mehet, meg mi nem mehet. Ott is voltak elvtársak, akik kiúztak sorokat, átirattak sorokat, hogy azt mondták, hogy te Liebling vagy, neked lehet lemezel, de neked meg nem. Hát volt, persze. De az ideológiából volt. Meg mindenható menedzserek. Casalesi. Volt még, amikor a DJ-knek is vizsgázni kellett. Igen. Hát ugye nem volt bárkinek ugye nem engedélye, volt meg mikrofon engedélye. Kétformás hát kebel.
Igen. Ugye akkor levizsgáztál tulajdonképpen. Vagy hát ha azért az előző rendszert nézzük, hát azért az előző rendszer is eldöntötte, hogy ki állhat színpadra, és ki nem állhat színpadra. Nem? Hát ott is megszabták. Mit énekelt, hogy énekelt színpadra, ha nem állhat színpadra. Igen. Veszem az adást, Enzo. Igen. Ez milyen. És gondold el, Tibinek például megmondanák, hogy hol állhat színpadra, fellépett, nem lépett fel, és mennyit kell visszaosztani. Azért az egy érdekes. Ő bedolgozná magát nagyon hamar egy vezetői cégbe, a Kázeléziknél. Meg ott mondjuk a szakmai kvalitásokkal nincsen gond. Hát jó, oké, csak azért meg kell mondani, hogy mennyit kell visszaosztani. Igen. Na, felhívjuk Nagy Ferót, hát ő ugye azért azt gondolom, hogy erről hát nekünk sokat tud mesélni. Hát ő azért elég sokat kapott, próbálták megrendszabályozni, letiltani, betiltani, elnémítani. Hát ő szerintem vele minden megpróbáltak. Őt elpopsiszták egy párszor, ez biztos. Elpopsiszták néhányszor, igen. Itt van velünk Nagy Feró. Hello Feró, jó reggelt kívánunk, szia, hello. Jó reggelt kívánok, hallgatlak benneteket, hallgatom ezt a nápolyi sztorit, nagyon tetszik nekem, csak vegyetek bele. Nyugi, mi már csináljuk a Morning Show-ban, csak olyan zenészek lehetnek, és olyan dalokat adunk, akik visszaosztanak, úgyhogy ha magyar, ha külföldi, megkeressük. Úgyhogy fel után beszállhatsz. Szívesen visszaosztok, mondjátok mennyi, csak jó sok buli legyen. Neked annak idején volt néhány ilyen hideg zuhanyban részed, nem? Amikor szeretettek már volna kiadni a Ricsével egy lemezt, x évnyi zenélés után bementetek a mindenhatókhoz, és azt mondták, hogy nem, Ferókám, te nem. Hát igen, volt ilyen. Hát volt, amikor beadtuk az első lemezanyagunkat 1978-ban, és azt írták rá értékelésként, hogy ez végig szól a torzítós gitár, kellemetlen, igénytelen punkzene. Mi nagyon büszkénk voltunk rá, hogy megállapították róla, hogy ez punkzene, mert azért az így nagy dolog. Na, hát akkor értettek hozzá, mert be tudták azonosítani a műfaj. A szövegben nem szóltak bele? De szövegben, minden szövegben beleszóltak állandóan. Hát ez nem csak nekem, hát ez még az igazi nagy menősztároknak is mindig beleszóltak. Tehát ilyen félreérthető szöveget azokat nem engedtek. Mm. De azt például megszabták, hogy hol koncertezhetsz, nem? Tehát, hogy mondjuk vidéken igen, fővárosban nem. Tehát ezeket így megmondták, nem? Hogy hol léphettek fel, hol nem léphettek fel. Nem, ez sokkal érdekesebben működött abban a rendszerben. Ez úgy volt, hogy egy ilyen körlevél ment körbe a művelődési házaknak, amelyek ugye állami irányítás alatt voltak, hogy a Beatrice felléptetése az nem javasolt. Nem ajánlott, bocsánat, nem ajánlott. És akkor, hát ez egy tiltás volt, mert hát most egy kulturális igazgató miért? Azt mondja, nem baj, az én azért felléptetem? Hát persze, hogy nem. Nagy Ferenc alias a nemzet csótánya nem. Igen, bárki van is ide. Jó, de hát volt a Hobo is, ki volt tiltva, egyes megyék. Volt egy megyék, ahonnan kitiltották őket is. Jó, de te megcsináltad azt, hogy egy KISZ rendezvényen felléptél, és utána a KISZ-el lehangoltad a közösséget. Tehát, hogy azért te azért okot adtál erre, az akkori rendszer mércéje szerint, nem? Tehát azért te erről tettél is, vagy hát tudatosság is volt ebben. Hát a tudatosság az, mondanám szívesen, hogy olyan okos voltam, hogy már akkor tudatos voltam. A fenéket azt hiszem, hogy inkább összönösen az ember azt mondta, hogy de hát ha egyszer ebben igazam van, akkor ez az igazság, és nem pedig az, amit kimondatok. Tehát ha van szegény ember, de nem lehet kimondani, akkor hát attól még szegény ember marad. És úgy gondoltuk, hogy akkor ez akkor erről beszélni kell, akkor arról kell beszélni, hogy itt van egy ifjúsági probléma, amiben mi belekerültünk. Mi nem akartunk ifjúsági problémával vagy politikával foglalkozni, csak a politika megijedt, amikor mi mit tudom én, azt mondtuk, hogy támadás, 1-2-3, és akkor rendőr kikapta a gumibotot, milyen támadás, hogy adok én magának, ott támadás, vigyázz. Jézus Isten. Igen. És olyan volt, hogy mondjuk oda mentetek egy művelődési házhoz, le volt szervezve már a buli, és akkor ott a műfáznak a vezetője azt mondta, hogy hát gyerekek, sajnos nem, mert most jött egy távirat, hogy ti mégse. Igen, ne haragudjatok, ti nem. Helyettetek ma, más fog fellépni. Hát általában előre megtudtuk, hogy le van mondva a buli, tehát hogy nem lehet, de olyan volt, hogy egy művelődésen elkezdtük a koncert, de természetesen azzal kezdtük el, hogy ez a zene nem hallható a rádióban, ez nem látható a televízióban, ez itt és most születik, ez a Beatrice, támadás, 1-2-3, és akkor elkezdtük a lótani, és körülbelül egy perc, megjöttek a rendőrök, mondták, hogy na, zene állj, és akkor
És akkor nem volt egyetlen olyan fellépésetek, ahol egy világifjúsági találkozón, vagy egy kis táborban Boros Lajossal együtt énekeltetek volna a tűz körül? Majdnem, képzeljétek el, hogy majdnem volt. Ez nagyon érdekes dolog, hogy abban az időben a Hair musical csináltuk a Sándor Palival, igen, bocsánat, mert más is csináltuk. Hair musical csináltuk, és az is ilyen kis védnökség alatt ment, és én voltam természetesen a Berger, ugyanakkor ment a moszkvai világtalálkozó, és akkor engem felhívtak, vagy nem tudom, vagy üzentek, vagy nem tudom, mert akkor még telefonunk sem volt, hogy kellene menjek Moszkvába, és mondtam, hogy rendben van, de az milyen gázsi van, és mondtam, mi az, hogy gázsi? Kitüntetés. Mondom, hogy elmegyek ki, én a betiltott, üldözött nagy sztár, ki mondjuk, és ott nézzét, piros meg fekete kaviárt fog enni, és itt megmutogatja a televízió, hogy tessék, itt ez a nagy feró is, látjátok, milyen rendes gyerek, hogy ott van Moszkvában. És akkor szerencsére a Sándor Pali elintézte, hogy nekem nem kellett menni, nem lehetett nemet mondani rá. Figyelj, nem kellett menjek Moszkvába, helyette csináltuk a Hair musicalt. Amikor annak idén téged felkértek az István a királyban a Labort szerepének az eljátszására, akkor visszakérdezte, hogy elnézést, jó számot hívta? biztos? Igen, én nem is értettem egy darabig, hogy mi ez. Hogy engem, hát tessék be nekem, tessék visszaadni az útlevelembe. Szörényi Brody, mi? Pénzem akkor sem volt rá, de hát legalább mégiscsak a lehetőség egy útlevél. Igen, mondjuk az már ugye az enyhültebb időszakban történt. Igen, gyakorlatilag azzal rehabilitálták. Igen, őt, tehát, igen. Volt egy dalotok, ez egy nagyon helyes történet, ezt már egyszer hallottam valahol, hogy ugye a dal címa Térden állva, és amikor ezt elkezdtétek játszani, akkor ugye a közönség letérdelt. És onnan tudtad, hogy ügynökök vannak a közönség soraiban, akik hülyén néztek balra-jobbra, és fogalmuk nem volt, hogy le kell térdelni. És a komplet közönség térdelt, 6 ember meg így nézett egymásra, hogy most mi a fenét kell csinálni. Ez megtörtént, ugye? Rosszul tudod, 7 ember. Integettél meg így a gyerekek, ilyenkor le kell térdelni? Vagy mi, vagy szóltak neki? Nem, döbbenetes volt. Általában azok, amikor bemondtam, hogy következik a Beatrice Blues, a gondolat előtt a szó, csak térden állhat, ugye? Hihetetlen nagy mondani valója van, és akkor a közönség tudta, hogy itt most le kell térdelni. Letérdelt. És kb. 7 ember maradt állva, és mindegy irányba néztek, középre egy pulóveres rockerre néztek rá, és a furcsán volt öltözve, és akkor az meg úgy intetneik, hogy le. De én ezt az egész történetet nem hittem el akkor ott. Én láttam, de mondom, hülyesek, csak már üldözési mániám van. Aztán később, mikor megkaptam a megfigyelésemről szóló papírt, benne volt a koncert, hogy 7 embert bíztam meg, azzal a nagyfőnök írta le, 7 embert bíztam meg, hogy figyeljék meg a koncertet, hogy ott milyen ellenséges hangulat, vagy mit tudom, mi szét a feró, valami ilyesmi volt ott benne. És ez később, hogy látom a bizonyítékát, hogy tényleg ott volt 7 ember, és figyeltem, ez akkor jól esett, hogy na ugye, hogy engem megfigyeltek. Feró, most őszintén csak így egymás közt vagyunk, most már volt be, volt valami komolyabb tartalma mondani valója ennek a dalnak, vagy pedig egyszerűen csak üzentél a csajoknak, hogy máshogy is lehet fizetni a koncertjegyet? Látjátok, fiatalok, a Partizán elvtárssal viccelődtök? Nagyon csúnya dolog. Akkor most ha lehet, hogy bevezetem a mafiózó cuccot, és akkor nagyon rá fogtok fázni, öcsém. Semmi, nézem, hogy mióta beszélgetünk, most tartasz 2000 eurónál. Ennyit kell csengetni. De lassan 8 perce megy a beszélgetés, hát ennyi jön majd Feri, Bali, Jani zsebőbe szépen a beszélgetés után. Nagy fura akcentussal érkező urak mennek majd hozzá szépen, és hát ők elbeszélgetnek veled, igen. Un emocione sempre. Minden tudok. Mi újság? Hát te már ugye nyugodtan tudod a szombatestéket élvezni, ugye? Most már tulajdonképpen eljutottál egy ilyen állapotba, hogy... Ez úgy van, hogy én mindig megnézem, hogy a többiek még mikorra kell bemenni. Például ők ma is dolgoznak, tegnap is dolgoztak, és én meg itthonról hát szomorúan nézem, hogy jaj, de jó neki, ők bejárhatnak dolgozni. Pedig igen, ugye ilyenkor az adás előtt ugye a mentorok is ott vannak már például szombaton egész nap, reggeltől kezdve kamerapróba, stb. Hát a Feró finoman szerintem egy órával adás előtt belibben, és igen, és örülsz. Így, ahogy tetszik mondani ebben a formában, én olyan 5 óra felé megyek szombaton, egész héten nem. De nem baj, mert jövő héten elmegyek egy 3 napra síelni is. Onnan fogom őket felhívni. Felhívom Marek Mikit, hogy na figyelj, de hát én itt vagyok, síelek, borzasztó, én inkább ott ülnék veled a stúdióval. Szurkolsz most valakinek, hogy nagyon messzire jusson, vagy valakinek, hogy ne menjen vissza?
Valakinek? Próbálj, Jani, csak egy kicsit kompromittálni, ne hagyd magad. Igen. Viszont ami komoly, hogy ugye az előző adáson elmondtad, hogy van két kedvenced. Te már, aki tulajdonképpen nem mentorál senkit, ezt ilyenkor nem nevezheted meg, vagy nem akartad, voltál ennyire diplomatikus? Hát, tulajdonképpen elmondhatnád, igen, hogy ki az a két kedvenc. Az egyik kedvenced a 30 egyik... napos utalás. Én elmondom. Nem, milyen 30 napon belül? Annyira nem vállalt semmit. Szóval már itt tét nélkül, mentorát nélkül igazából el is mondhatnád akár az X-ben, nem? Én el tudom mondani neked. Az egyik kedvencem a Malek Miklós mentorátja, a másik pedig a Gesztié. Hát akkor én mentök ezzel már, ugye, igen, lehet tudni nagyjából, hogy kiről van. Szóval egyébként nyilván én is erre gondoltam volna, hogy ők a kedvenceim. Az a kettő szerintem ők fognak állni a döntőben. Én ettől függetlenül ugyanazoknak drukkolok, akiknél tavaly is. Most már nagyon titokzatos vagyok. Aha, az akár most itt lenné, megcsikiznélek, hogy mondj még valamit a kutyafáján. Igen. Jó, hát tavaly kinek drukkoltam, hát tavaly kikér álltam ki, és azt mondtam, hogy most már végre nyerje meg az X-faktort egy versenyző, aki nő, nem? Vagy aki, igen, tud énekelni. Hagyjad már gyerekeket, hogy tud énekelni. De egy popstar az nem arról szól, hogy tud énekelni. Ez a fenét érdekel. Hát én, jó, hát egy kicsit nem baj, hogy tud énekelni, de azért legyen benne varázslat, legyen benne, mit, legyen nagy mellemek, hát minden csomó minden. Aha, igen, jó, már, így már most már szűkíteti a körön. Igen, Olá Gergő ki is esett ez a Gergőne. Igen, óriási tehetség egyébként, nagyon kedveljük. Ferókám, nagyon szépen köszönjük, nem, lezárjuk, mert nagyon pörög az euróra, jó? Tehát itt már, jó, itt már nagyon sokat kell csengetned a beszélgetésért. Köszönjük szépen, nagy Feró, vigyázz magadra, köszi, ciao. Arrivederci. Arrivederci. Ciao amici. Ciao amici. Hello, hello. 8:30 pontosan, 2 perccel, Anett jön a hírekkel, aztán itt vagyunk mi is. Ez itt a Morning Show. 8 óra múlt. 8 óra múlt, 45 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szia, Jani! Hello! Hello, Feri! Jó reggelt! Sziasztok mindenkinek! Hello! Itt vagyunk, SMS számon 0-30-645-00-00-00. Ide várunk közlekedési híreket. És hát zajlik az élet, gyerekek, a 63-as út, abba közelében defektes kamion van, és ez már ott komoly torlódást okoz, valamint Körmend és Marcali között jegesek az utak, és valahogy sószóróval nem sikerült találkozni. Úgy látszik már ezért egy ilyen reggel. Nekem is van a sztorim, de most a sószórót sokan hiányolják egyébként, szóval hogy valahogy nem akadnak ebbe bele. Vaksomoponnál Trafipax a Hegyalja úton Pest felé, és az M3-as bevezetője az pedig off, ezt Gigi küldte nekünk, valamint rossz hír a 67-es baleset elkerüléséhez, hogy Topornál is súlyos baleset van. Fú, gyerekek, ott egyre komolyabb dolgok történnek. Az utak csúsznak, rengeteg olyan SMS, hogy hol van hó, hol van csúszás, hol van fagyás az úton, melyik felüljáró csúszik, szinte mindenhol egyébként lassan kell menni, ez az igazság, hogy nem nagyon tudunk olyat mondani, hogy minden rendben lenne. Trafipaxból van egyedül kevesebb, nem? Azt érzékeljük, hát, hogy abból kevesebb. Nincs mit mérni. Na, hallottátok ezt a két ausztrál rádióst? Ők azért helyesek, nem? Szóval, hogy akik betelefonáltak, ugye Kate Middletonhoz a kórházba, és a királyi családnak adták ki magukat. Ugye hát most ő kórházba került, terhes, állapotos, most egy gyerek vagy két gyerek még nem lehet tudni, de hogy egy ideig bent kell maradni. És két ausztrál rádiós betelefonált abba a kórházba, hogy a királyi családot általában ápolják, ott fekszik most két is, és a királyi családnak adták ki magukat úgy, hogy a királynőnek, Károly hercegnek és a királynő kutyájának, igen, adták ki magukat. Két ember telefonált, egy pedig ugatott a háttérben. ő értelemszerűen ugye ő volt a kutya. Mindenki nagyon hiteles volt. A fő vérvonal és a mellék vérvonal is. Halló, az anya királynő vagyok. Egyébként tök helyesek tényleg, és a nővér először ugye hát próbált terelni, meg azt nem adhat ki információt, de annyira hitelesen nyomták ezek az elmebetegek, hogy végül is elhitte, hogy valóban Károlyra beszél, meg a királynővel, és adott ki információt kétről, ami ugye hát hétpecsétes titok most jelen pillanatban, hogy van és hogy érzi magát. Mit mondasz? Mivel bizonyítod, hogy te vagy a főnök asszony a Szigetországban? Itt van vele Bencsi is, nem ismeri meg a királyi kutyát. Az ügyeletes nővért kapták el végül, és hozzájutottak, egy picit itt szkeptikus volt, majd a végén bevallotta, hogy két egyébként nincs annyira rosszul, mint ahogy azt már a bulvár megírta. Ez egy helyes tréfa, nem?
ha mondjuk ez Magyarországon történik, akkor ez simán bevállalható, tehát ezt meg lehet csinálni. Nyilván a főnévének az agyán is átfutott a gondolat, hogy ez csak valamilyen telefonos átverés, de aztán elgondolkodott rajta, és nyilván azt gondolta, hogy hát lehet, de lehet, hogy átver, és de mi van, hogyha tényleg ő az? Akkor ez nagyon kellemetlen lesz a végén. Mennyire akkor betegek, hogy valaki végig ugat a háttérben, mint kutya, nem? És az egyik odaszól, hogy halkabban nevén nevezi a kutyát, a kutya kicsit elporoszkál, visszajön. Mennyire? Igazi elmebetegek. Én úgy örültem, amikor meghallottam, hogy terhes. Nem tudom miért. De ez téged miért? Miért? Örültem. Jó volt ezt így olvasni. Mert hogy nőni fognak a mellei? Nagyon, az a baj, nagyon analóg módon gondolkozott, de nagyon mono a gondolkodásod igazából. Nem feltétlen ezért. Igen, hát ha elkapják újra majd fél év múlva valahol, amikor napozik. Nem, csak úgy sokan várták már őket, baromi nyomasztó lehet, hogy nem sikerül, ugye már találgatták, hogy nem tud teherbe esni, meg miért nem tud, meg már jöhetne az újabb trónörökös. Tehát nagy volt rajtuk a nyomás. És ez egy ilyen pozitív hír, de nem is ez a lényeg, hanem irigylem az egész intézményrendszert az angoloktól. Tudod? Hogy ott egészen más a gondolkodásmód. Nyilván magának a királyi családnak, meg ugye a hercegi párnak nincs közvetlen hatása a napi politikára. Tehát van egy miniszterelnökük, dönt, van egy parlamentjük, akik döntenek az angolok életéről. De mégis az, hogy imádják őket, hogy szeretik őket, hogy valamilyen úton-módon azért valamelyest ugye a történelemhez és a politikához kapcsolható királyi család olyan tiszteletnek örvend, hogy egész Anglia vigyázva állva tapsol, és őszintén örül szeretik annak. Őket. Szeretik őket, jó. Érted? Szóval, hogy ez a fajta mentalitás, ez nekem nagyon tetszik, hogy kimész, és tényleg mindenhol hatalmas plakátok, és a Buckingham palota előtt állnak a turisták, várják őket. Hát mi volt az esküvőjükön? Ugye a Westminster apátságban. Hát állt végig komplett London, és az egész világ nézte. És az egész világ nézte sok milliárdan. És hogy ez van az angoloknak, szerintem ez nagyon jó. Hát itt ugye tudjuk, hogy mi a helyzet a politikusokkal. Igen, hát nálunk is tisztelnék őket, ha kivívnák valahol ezt a tiszteletet. Igen. Végre valamit nem én mondok ki, hogy ezt kimondtad. De tényleg, szóval, hogy ez egy jó dolog. És tudom, hogy nem ők döntenek nyilván Anglia sorsáról, tényleg. De az egész, hogy üdvözlő leveleket küldenek, hogy gratulál a miniszterelnök, hogy van egy olyan pozitív dolog, amit szeretnek, amiben hisznak, ami nekik erőt ad, nem? És egész egyszer kedvelik őket. Adóban ez annyira hajlandóak adózni rá. Igen. Tehát, bizonyám. Amit ugye ők befizetnek, az állampolgárok, abból megy a királyi családnak is. Ők jelképek. Aha. Ők szimbólumok, és hát ezért tisztelik. Meg tényleg az életmódjukkal hogy ki is hívják ezt a fajta tiszteletet. Hát Harry herceg főleg. Figyelj, sajnálom azt a gyereket, szerintem ő semmi más nem csinál, csak az egész szabályrendszer ellen, meg a Károly ellen, meg belekényszerítették, meg hogy dühös a világra, meg dühös erre az egészre, ami egyébként vele történik. Próbál valamilyen úton, módon egy kicsit lázadni, és abban a szabályrendszer, vagy abból a szabályrendszerből, amit ráerőltetek, valahogy egy kicsit kilépni. Tehát, hogy nem renitensebb, mint bármelyik kamasz. Azt, hogy most éppen náci egyenruhába megy el valóban. Jaj, húzni, igen, szegények mindig ezt olvassák a fejére. Vegasba gyerekek, most elmegy a haverjaival, 10 haverjával, és kibérel egy lakosztályt Vegasba, és most mesztelenül lefotózzák. Hát, hogy ki nem csinált már ilyet, hogy Vegas lakosztál. Mindannyian túl vagyunk ezen. Ez még nem volt meg? Nem éltek még igazán, komolyan mondom. Először 10. vagy 15. alkalommal már ásítozni kezdtem, amikor megjelentél náci egyenruhában. Hát tudnék mesélni, hogy mit csinálunk. És amikor csak barátok vagyunk együtt, és kicsit kiengedjük a gőzt, 6-7 ilyen gyerekkori barátok, hát ott azért történnek érdekes dolgok. Szóval ha azok a fotók egyszer előkerülnek, vagy valahogy kikerülnek, akkor költözni kell az országból. Nem, akkor én leszek az első ember a Marsra, Jani. Igen, aki elhagyja a Földet. Vége van. Akkor érdektelenné válik a Best of videód. Ahhoz képest semmi egyébként, hogy mi hogyan és miképpen szórakoztatjuk. Leginkább egyébként önmagunkat, mert mi ezen nyilván nagyon jól nevetünk. Akkor végre tényleg eljön az ideje Istenes Bencén. Szabad lesz. Akkor tényleg megtörténik a kormány átadását. Végre. Igen. Na jól van, oké. Mi van? Ja Istenem, jó, hát most mit vesznek le ebből a hallgatóink? Voltam a királyi esküvőn, tudjátok mit? Ittam 2 Vilmost.
Na mindegy, jó, hogy van. Örültem, örültem. Remélem, hogy, hogy egészséges. Ma ilyen túlzott szeretet hangulatban vagyok. Úgy érzitek, hogy a karácsonyban valahogy hatalmába kerített egy ilyen romantikus érzés, amit magamnak se tudok megmagyarázni, hogy örülök ilyen híreknek, és kicsit elérzékenyülök, hogy két terhes. Lehet, hogy nem. Elindult bennem, és utat tört a jó, hát hogy a még valahol ott legbelül marad bennem valami jó. Lehet? Igen. Hát de látod, hogy együtt örülünk. Hát mindenki egy kicsit másképp, meg más. Mi a törülnek? Én elsősorban azért, mert Vilmos új játszótársakat kap majd. Kettőt is. Újakat, nagyobbakat. Úgyhogy ez esélyes. Rá vagy ennek kattanva, hogy csodálom, hogy megálltatok egy gyereknél, ha imádod az ekkora melleket. Szóval, hogy neked a 9 hónap volt a legnagyobb öröm, nem? Hát, érted, nekem úgy csillogott a szemem, mint senkinek. Kinek gyere még, maradj be! Ennyi anyatejet ember nem ívott, mint amit te ittál meg a 9 hónap alatt. Hál' Istennek nem volt gond. Két csodálatos év. Két évig volt terhes? Mi, elefánt? Nem. Azt hittem, két év, mondom, két évig. Ja, két éja utána. Érted. Jó, hát ő azért még senki nem überli Demi Moore-t, aki elment egyszer a terhessége után az első partjára, fölállt a bárpult közepére. Igen. És hát azt mondta, hogy gyerekek, kicsit azért, mert most szoptatok, miért ne bulizhatnék, letolta a fölsőt és spritz partit tart. Kicsit bevállalósabb, mint álltak a fotósok, azt mondta, ez az Demi, így kell bulizni egy anyának, érted? Fogta a mellett, pssst, és azt mondta, hogy akkor hagyd szóljon, spritz party. És ez volt a kifejezés. Nagyon erős. Spritz party. Nagyon és a bárpult tetején, állva az asztalon, éppen... És a vendégek álltak alatt? Igen. Ah, ő azon nagyon nem foglalkozott. Hát kicsit azt mondta a gyerekek, hát most végre kitörtem. Megszületett az első éjszakán, hogy... Ide is a pinya kolánámba! Na jól van. Hármasugrás játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jaj. Na. Jézusom, gyerekek, Anett, mekkorát tűzszentek. Egy üveg van elválasztva. Konkrétan. Lobogott a hajam. Vissza kellett nyerni a mandulája. Igen. Eltűnt Anna, drága. Eltűnt. De már itt van. Megharagudtál rá? Kire? Hát Annára, hogy most már magázottak. Halló, jó reggel. Na jó, hát akkor ez így alakult. Gratulálunk. Neki futunk még egyszer? Gyerekek, állítólag Miki fog hármat ugrani, én már nem hiszem el. Tehát ma már volt egy Mikink, aki... Mi volt? Feri? Igen, Feri volt. Feri volt. Jaj, gyerekek. Átitatott a szeretetet a Mikulásnak. Mert ma lesz egy nagyon komoly feladat, de erről később bővebben fogunk beszélni, és valószínűleg már készülsz lehet. Életem egyik legnehezebb feladata előtt állok. Halló, jó reggel! Halló, jó reggel! Sziasztok, Miki vagyok. Na, Miki, nem volt egyszerű téged előkeríteni. Hát valami történt itt az ételben, biztos. Biztos, hogy Miki, vagy ez egy ilyen adásba kerülési trükk? Nem, biztos, hogy Miki, én már kicsit több, mint 34 éve. Jó, mert csak azért ma már volt egy Mikink. Igen, azt hallottam. Kiderült, hogy Feri, vagy nem is tudom, hogy hívták, igen. Na jó, van már valami tőlünk? Játszottunk már valamikor? Nem játszottunk még. Nem játszottunk még, jó. Nem, folyamatosan Janin szeretnék revansot venni fekete-fehér igenemben, de hát azért nem hívtatok meg. A Jani tartozik neked egy játékkal? Így van, egy földimben játszott még anno februárban, és éppen a Jani nyert aztán. És ez vért kíván? Nálatok még szokás a vérbosszú? Azt hiszem, hogy ez csak a Alvániában. Nem szokás, csak kipróbáltam volna azt a játékot. De milyen durva, hogy valakivel valamikor játszunk, és ők azóta azon pörögnek, hogy én már nem tudok adásba kerülni, tesó, állj bosszút, vidd magaddal a Janit. Igen, hát egyszer lehet, hogy fogtok játszani. Oké, Jani, milyenek a kérdések? Hármat írtam. Nem, semmi extra. A harmadik talán egy pici nehezebb, de a bögrért meg kell küzdeni. Na jó, figyelj, így szól az első kérdés dedikált Egér alátétért. Melyik ország csapata ellen győzött tegnap a magyar válogatott a női kézilabda EB-n? Németek. Így van. Nincs is kell. Jéghideg profi gyerekek. Nagyon szép meccs volt. Hogy kikaptunk a horvátoktól előtte valóban. Hát igen, bal szerencsés volt. De ez már közép döntőt ér, úgyhogy. Menjünk tovább? Menjünk, próbáljuk majd. Így szól a második kérdés dedikált Pólóért. Hogy nevezik az állatok mesterséges megtermékenyítésével foglalkozó szakembert? Inseminátor. Így van. Tegnap volt is állunk itt az adásban egy nagyon szimpatikus fiatal inseminátor. Közvetlenül a korbosznok előtt. Így. Ugye? Igen. Menjünk tovább a harmadik kérdésre? Hát milyen típusú a harmadik kérdés? Hát ezt ha be tudja... János, kérlek, definiáld. Igen.
hogy hová tennéd a harmadik kérdést témakör alapján? Hát származással kapcsolatos a témakör. Egy közismert úriembernek a származását firtatjuk ebben a kérdésben, amiért egy bögrét lehet nyerni itt nálunk a Klassz FM-en a Morning Show-ban. Balázsral, Ferivel és Janival. Azt gondolom, hogy ez egy korrekt válasz. És volt. Mikivel? Miki? Igen, Miki. Hát én akkor inkább megállnék. Megállsz. Ez a kettő, ez már biztos, hogy megvan. Megvan a holnapi harmadik kérdés. Janinak egyre kevesebbet kell érni. Jó, jogos, egyébként nem könnyű kérdés, úgyhogy menj a biztosra, legyen meg a póló, meg az egér alátét, jó? Ez is nagyszerű, ez köszönöm. Oké. Okay. Gratulálunk, köszi. Köszönöm. Ciao, hello, Miki. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na gyerekek. 2 perc múlva pontosan 9 óra 0-30-645-00-00, ez pedig az SMS számunk. És megtörténik a csoda a következő órában? Már sok csoda, annyi csoda történt gyerekek. Velünk lesz maga személyesen? Átalakulsz? Gyerekek, elindulok a Mikulássá válás útján. Ma akarok egy főpróbát. Általatok, ti sokat megélt, sokat látott, sokszor beöltözött életetekben, nekem si Janit ismerve nem volt még Mikulás. Ki akarom próbálni? Debütálni akarok. Jó? Hogy az esti nagy fellépést, azt valahogy bíráljátok el, hogy jó lesz-e vagy nem. Ha itt nagyon kíváncsiak vagyunk. Nagyon-nagyon kíváncsiak. Igen? Rá, és szurkolunk, hogy sikerüljön a dolog. Nézd meg az arcát. Nem? Hogy nem, hogy kíváncsi. És szeretném, hogyha az a gyermek minél tovább gyermek maradna. Hát ma lehet, hogy fölnő. Semmi cinikus állat, mint az apja. Ma lehet, hogy fölnő. Na jó, van, jövünk mindjárt. Egy perc múlva 9 óra alatt jön a hírekkel, aztán itt vagyunk mi is. 4:10 van, pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk a Morning Show-val. 0630-645-00-00, ez pedig az SMS számunk. És közlekedünk újra egy kicsit, tele vagyunk közlekedési hírekkel, sajnos Tapolca és Nemes Gulács között is történt baleset, teljes az útzár. Ezt Laci küldte. Aztán a rendőrök szerint még egy órán át lesz útzár Somogyasszalónál Somodor felé lehet kerülni. Tejködben nem egyszerű, ezt Kata írta nekünk. Valamint a Szentendrei úton a belváros felé áll a sor, nagy a dugó és lépésben haladunk. Ennek az az oka, ezt többen kérdezitek tőlünk, hogy az Árpád hídon történt valami. Méghozzá baleset a Szentlélek tér után a külső sávban teherautó és személyautó ütközött, és emiatt visszadugult egész Buda, az egész Szentendrei út, úgyhogy ha már túl vagytok az Árpád hídon, akkor már utána lehet menni. Addig viszont nem nagyon van esély arra, hogy jó legyen a haladás. A Szent Gellér téren nem működnek a jelzőlámpák, ezt Gerda küldte nekünk, köszönjük szépen. Valamint az 54-esen, az 75-ös és a 77-es kilométer között két baleset, kocsik az árokban. Te jó Isten! Török Szent Miklós és Mezőtúr között valami van, mert a forgalom áll, kocsisor körülbelül 2 kilométer. És a nullás még halad egészen fura módon? Mindenhol baleset, mindenhol útzár, kivéve a nullás, nem? Nincs jég. Na, még egészen jó halad, igen. Na, hát ezek a legfrissebb hírek, köszönjük szépen. Gyerekek, csak egy mondat mielőtt belevágunk a témába. Sokat emlegetett felhőatlaszunkat tegnap végre letudtam. És kijöttél a felénél? Nem, végignéztem. Jó? Fú, gyerekek, az egy nagyon jó film. Igen? Ú, nagyon. Na. Aki nyitott az ilyen típusú gondolkodásra, és hisz abban, amit ott lát, nagyon nehéz az elején, nehezen befogadható, brutál látvány, de aztán nagyon sok mindenről szól. A párhuzamos életekről, a lélekvándorlásról. Hú, nagyon jó, nagyon izgalmas. 6 különböző történet 6 különböző korban. És tulajdonképpen a film azt mondja, szerintem legalábbis, hogy mindig ugyanazon emberek vannak körülötted, más-más szerepben, tehát valaki most a feleséged, a következő életedben az lehet az ellenséged, vagy most éppen megöl, de a következő életedben éppen ő a életed szerelme, hogy ugyanazon emberek vannak körülöttünk, csak mindig más-más szerepben azért, hogy mi fejlődjünk. Ezt mutatja be a film 3 órán keresztül. Vagy kijössz a felénél, és azt mondta, hogy ilyen rosszat még nem láttál, vagy úgy nézed végig, hogy úristen, mennyire megérint, és mennyi mindenről szól, ami a te hitrendszeredben mondjuk beleillik. Úgyhogy, aki kicsit nyitott, ezoterikus, kicsit spirituális, hát nem egy egyszerű film. Hát a Wachowski testvérek azért sosem csinálnak olyan filmet, aminek nincs egy másodlagos mondani valója. De jó, szerintem kifejezetten jó. Az első fél órában eldől, hogy szereted, vagy nem szereted. Hmm. Nem tudom, hogy kimentek emberek, mert ketten voltunk a moziba, úgyhogy már kimentek. Igen, még első kezdődő. Leürült a moziterem. 3 óra, nem. Három órás, igen. 160 perc. De azt mondod, hogy érdemes megnézni annak, akinek mondjuk aki tetszett annak idén a kemény kalap és krumpli. Annak mindenféleképpen igen. Illetve a Pretty Woman.
fél óra után eldől, hogy szereted a filmet, vagy nem szereted. Sokan nem is értik szerintem, hogy mit néznek. Én más filmekkel vagyok úgy, hogy nem értem, azt meg mondjuk pont ők értik. De döbbenetesen jó, hogy vannak emberek, akik hasonlóképpen gondolkodnak ebben, ez a jó. Ráadásul filmet tudnak készíteni erre. Ha semmi ezoterikus nincs benned, akkor ez nem fog elindítani. Szerintem, ha nem vagy nyitott erre a gondolkodásra, vagy nem hiszel abban, hogy az élet nem annyi, hogy születsz, eszel, iszol, alszol, szeretsz, majd meghalsz, akkor szinte nem is tudod szerintem, hogy mit nézel, ilyen fura valamit nézel, érted, kijössz, és azt mondod, mi volt ez, és nem nagyon szereted. Tehát aha, aki ezt szereti, abban már lehet, hogy ő nem is tud róla, de van valamiféle olyan nyitottság, ami szerintem jó. Úgyhogy érdemes, nézzétek meg, kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok róla. Akkor Feri, te csiszolgasd inkább a pénteki receptet. Én is azt gondolom, hogy az nekem jobb lesz. Az elmondottak alapján pénzkidobás lenne Ferenc, úgyhogy engedd el. Meghivatom magam a Janival. Horror részek sincsenek nagyon benne, János. Ne. Viszonylag sokan életben maradnak, sokkal kevesebben mennek fűrészelik szét a fejét, tehát te egy bruttó 40 perc után riadtan nézel majd Mónikára, hogy még nem halt meg senki. Esetleg teljes emlők? Két egészen pici lehelletnyi mell van benne, úgyhogy... Beülök. Neked az megéri. Nem, igazából. Ha meg is látod, az nem a te. Két kósza bimbóért. Már. Két nagyon pici, nagyon lehelletnyi kis kósza bimbó van benne, úgyhogy nem a te világod. Igazából. Tehát nem érzed azt, hogy 3D-ben nézed, és valaki fölpofoz a mellett. Régebben specifikusabb voltam, de most már így 42 körül. Már minden jött. Ja, már minden jött. Persze, sokkal szélesebb spektrumban gondolkodok, mint azt. Korábban egy kósza bimbó is megvan. Persze. Ha egy kósza bimbó érdekel, akkor... Hidegben vagy melegben mutat. Na mindegy, nem is érdekel. Hidegben. Jeget lehet vele vágni. Jó, szóval előatlasz. Szerintem jó. Viszont. Na gyerekek. Igen. Van nekünk egy projektünk, és ezzel a projekttel kapcsolatban nekem komoly fenntartásaim vannak, pontosan egy komoly félelmem. És az én félelmemnek az alapja, hogy a szem az a lélek tükre. Igen. És egy gyermek szerintem a szülői szempárból már mindent ki tud olvasni. Még akkor is, hogyha fel van vértezve mindenféle álszakállakkal, meg álhajakkal, meg mindenféle ruhákkal, az apuka. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha ha az adás végéig ideérne, egy pár parti kontaktlencse, amivel el tudjuk színezni Balázs szemét. De miért akarod, hogy kifoljon a szeme, aki nem hordja, nem szokta meg? Majd hordja, majd megszokja. Ja, estig? Ugye gyerekek, ha valaki nem tudná, csak tegyünk tisztább, hogy arról van szó, hogy ma este, vagy most, vagy soha Mikulásként debütálok. Eldöntöttük, ti lesztek most azok, akik letesztelitek a cuccot, hogy működik, vagy nem működik. Ugye? Erről van szó. Igazából a 4 évesen szerintem a gyerek már átlát ezen. 3 évesen is van szansz arra, hogy megbukjak, de most kell egy szülőnek legalább életében egyszer kipróbálni, hogy a gyerekének beöltözik Mikulásnak. Szerintem kihagyhatatlan. Vannak, akik azt mondják, inkább hozzon valakiben, lerombolod az illúziót. Én nem. Én szeretném látni a saját gyerekemet úgy, hogy egy idegen emberrel beszélget, mert az ő kis lelke és személyisége még nem tudja azt, ugye, hogy a saját apját. Legalábbis ebben bízom. Hát lehet az első mondat, az apa, de gyenge vagy, na, dobd le azt a göncöt, és gyere, olvasd nekem valami mesét. Nem szabad neki esélyt adni. Nem adok neki esélyt, komplett Mikulás cuccal készült a Juli, bérlemény van rajtam egyébként, nem kevés kaucióval, ugye erről már korábban reggel beszéltünk, egy kisebb középkategóriás autó ára van letéve kauciónak, el ne tűnjek a cuccal. Szeretném, ha megmondanátok, hol vannak a gyenge pontok. Most nem fogok nekiállni, nem ez a lényeg. A hangod el kell változtatni. De arra én különböző technikákat találok ki, mert ha most viszi az anyja óvodába, éppen egy kicsit megcsúsztak, akkor nem akarom, hogy ezt a részét is hallja. Aha. Ugye? Mert nem mindig tudja még, hogy így miről beszélünk. Tehát azt mondod, hogy a szem alapja kiszűr. Mi van, ha nem engedem magamhoz közel? Maradj a sorokba, elpopsizlak, ha idejössz. Tehát, hogyha nem, hát nyilván megpróbálom közel, de mindig jövök, megyek, beszélgetek vele, körbejárom a lakást. Nem akarok órákat eltölteni nála. Tehát ez nem arról szól majd, hogy bemegyek, leülök, iszom egy pohár tejet, amit egyébként gyűlölök, remélem nem akar adni majd, kekszet, és ülünk, és 3 órát beszélünk. Hát meg nem kapod vissza majd a kauciót, érted? Egy hír lesz a szakát. Megjelenek, lerakom az ajándékot, amit már tegnap este kellett volna. Kis beszélgetés, látom az áhítatot le a szemében. Le sem fogja venni a szemét rólad. Hiába sétálgatsz, hiába mászkálsz, hiába terelsz. Nézni fog, figyelni fog, csekkolni fog. Ja, hadd beszéljek azok új szokások. Új szokás, Benit akard el. Hadd beszéljek azok nevében, akik Jánossal ellentétben már voltak Mikulások. Na, azaz hol vannak a hiba lehetőség? Tehát amikor bemész, annyira meg fog lepődni a gyereket, hogy eszébe nem jut. Ő nem tudja összetenni azt, hogy te az a... Tehát 3 évesen ez még nem áll össze. Az elmúlt 1 hónapban nagyon sokat játszottam vele Mikulásosat, mert már mondtam, hogy nem sokára jön, tudod, és mindig mondta, hogy legyél Mikulás. De hogy ő nem azért, mert tudja, hogy a Mikulás ugye nincs, hanem mert
lettek ki, az egy szerepjáték volt, és akkor én mindig kicsit elváltoztattam magam, és Mikulás voltam, de mondtam, hogy én csak játékból, mert majd jön az igazi. De ne olyanra változtatok. Nem olyanra változtatok. Más lesz. A Benny az utoljára akkor lepődött meg, amikor a Nagy Duettben Hajdú Pétert látta énekelni és táncolni. Tehát, hogy megnézette azért... vele azt a műsort, te jó? Nem. Igen. Van egy dolog, amit nem engedünk a gyereknek. Mindent azért nem lehet. Van, mi van, napszemüveget veszek? Tehát mi van, azt mondom, hogy... Bent a lakásban. Hát most mi menő, a gyerek összetesz, hogy hú, melyik karibi országban jött a Mikulás, az baj. Besenge a sztájlod. Ne így csipad magad, öreg. Mi az az ócska hamisítvány rajtad, fater? Apám hazajön úgy elver. Ugye, ez is egy nagy dolog, hogy ugye kimegyek, visszajövök. Itt lesz egy ilyen, elmegyek dolgozni, és már megjön a Mikulás. Nyomorúságosan a kocsiba fogok átöltözni. Az már látom, hogy, mert a gyerek mindig integet. Tehát odáll az ablakba, integet, elmegyek. Kihaladok az autóval, és utána át kell majd másznom a saját kerítésemen valahogy, ugye... Miért kéne átmászni? Már van kuncsom saját magamhoz. De nekem ezt tetszik, jó, hogy így belemondtál még ilyen újszerű elemeket, amik totálisan indokolatlanok, de szórakoztatóak, főleg, ha valaki kintről nézi. Jó, legyen egy mászás. Jó, hát, ha néz a gyerek az ablakon. Ne jöjjön be a Mikulás a kapun, nem? Hát milyen Mikulás? Meg ha van saját kulcsa. Ha van saját kulcsa, tök nagy bukta. Átmászom a kerítésen. Kiszúr így az utcáról, és a seged... Már bocsánat, nyomnak egy ízét, egy sokkolót. Azért az, amikor a saját házad kerítésen ketten leszednek, és nagyon megvernek, és lefújnak paprikas például, meg vagy öreg, meg vagy te töröd itt fel az autókat a környéken. Szóval átmászom a kerítésen. Ez belefér még, nem? Egy ilyen kis kommandózás. Majd behaladok, ott van a gyerek a szobában, 5 perc, nem több, de tényleg nem kell több. Mi az első kérdése, tudod-e? Hogy mi az első kérdésem a gyerekhez? Köszöntél neki, hát köszöntem, és mit fogsz először kérdezni? Hát, hogy jó gyerek volt-e? Jó, nem? Hát elindul, fölveszem a kontaktot a saját gyerekemmel, máshogy, mint ahogy szoktam. Jó gyerek volt. Kezet moshatok-e valahol? Messziről jöttem, szeretem a higiéniát. Hát elindul, hát nyilván ő kérdez, persze. Na, nézzétek meg a cuccot. Merre van a vizes blokk? Nem, három éves gyereknek kérdezni, hogy merre van a vizes blokk. Tessék? Hogy azt lássa rajtad a gyerek, hogy nem mozogsz otthonosan a kecóban. Jó. Én közben elkezdek öltözni, mert hogy vendégünk is van, Bálint György, a Mikulás szolgálat szóvivője. Hello, jó reggelt kívánunk neked. Jó közel a mikrofonhoz. Elképedve láttam, hogy nektek iskolátok van ilyen kétnapos Mikulás képzés. Hát az, hogy iskola, ez egy kicsit túlzás, de képzés, tréning, igen. Jó, itt most 3 percet lesz arra, vagy 5, hogy nagyon gyorsan a hibákat észrevedd és kicsit korrigáld. Jani azt mondja, kontaktlencse, ugye? Az kell. Szerintem kell. Jó, szerinted kell. Kontaktlencse? Aha, hogy más színe legyen a szemének. Tehát apaként megy. Jaj, apaként. De végén elmondom, hogy nekem mi a véleményem erről az Balázs egészről. Balázs Bali, Isten! Jó, gyerekek közben felvettem egy parókát. Hát ez kicsit olyan, mintha most a Versailles kastélyban lennék, ugye a napkirály udvarában. Igen, az jó, egy ilyen vakarót. Már mondom, itt a hiba, már mondom. Balázs Bali megőszül, gyerekek, kicsit most olyan vagyok. A hajadat. Eleve az öltözet, tehát borzasztó komoly hangsúlyt kell fektetni az öltözetre, melynek része a különböző kiegészítő, úgy, mint a paróka, szakál, hogyha nem rendelkezel igazi eredeti Mikulás szakállal. Már pedig jelen pillanatban te nem, úgy látom. Igen. Hát ez a frizőr, ez mindenképpen kell a szakál, mert most úgy néz ki, mint egy ilyen 80-50 éve a pályán presser pici, ahogy igen, szóval, a paplászló sportarénában. Ehhez a parókához én mondjuk biztos, hogy kerek napszemüveget tennék, és akkor már nem lenni Mikulás, de hát ha már ilyen parókádon, akkor ebből kell a legjobbat kihozni. De gyerekek, ezt adták a kölcsönzőbe, hát nem rossz, akkor nem rossz, hát hívjuk fel a kölcsönzőt, hogy miért ilyet adott, értem? Ennyiért. 30 000 kaucióért. Veszem hozzá zárójelben. Na most ott kezdődik, hogy a Mikulás sapka nem megy rá a fejembe, gyerekek. Ez egy óriási. Ehhez kell a koncstű. Szakában nem mehetek be a gyerekhez, mert ez a legszáralmasabb. Tűzni. Kicsit a furán beszélek azért, mert megettem 2 kiló ször, de hogy a Mikulás sapka nem megy rá a fejembe. Gombos tűvel tűzni. Hát te mit gombos tűvel? A föltűzött. Hát amikor elhoztad az öltözetet. Első kérdése az lesz, hogy normális, vagy ne, hogy vetted fel a sapkádat, érted? Igen? Mondjuk kapkodnod kell majd az autóba, szerintem csináld inkább szögbe lővet. A probléma, ugyanis ez egy olyan anyagból van ez a sapka, amit kölcsönző nem adhatnak ki, ugyanis különböző fejkerületű emberek viszik el. Tehát ezt, ha ott nem próbáltad fel, így jársz. 30. De nem próbáltam fel, hát a Júli elhozta a ruhát. Hát, 30 000 kaucióval csak lehet, mondom. Lehet, hogy az ő fejére választottál. Mondjuk más anyám ezzel bevásárol ezzel a sapkával. Júli is rápróbált egy dísztökre. Viszont ezzel megvan a karácsonyi bevásárlás, 3 kiló krumpli simán belefér. Viszont a kenguru protézis jól fog kinézni, csak ne vegyél rá ruhát. Jó, ugye most kapom a műhasat, ez a műhasak.
Ugye? Júj, de szép. Kicsit megereszkedett. Tehát egy rekes sör megállna rajta. De gyerekek, most ezzel nem menjünk el azért ilyen könnyen. Tehát nem jó a sapka. Innen indult. Kell hát ezt most egyedül nem úgy nézek, mint a Mikolás, hanem mint Peti a pék. De az, hogy elveszitek a kedvem, és estére már nem lesz kedvem beöltözni. Hát ezért kell viszont profinak lenni. Viszont a gyereknek, jó, kedve, viszont a gyereknek jó kedve lesz. Még így bemegyek, így még az anyja is felsikolt. Rám hívja a rendőröket. Na. Fölveszem a palástot. Na, most már elkezdtél alakulni, nem úgy nézek, mint Jorgosz a görög. Na, most már rajtam van a palást, de a végeredményről fölteszünk egy Facebookot. Rajtam van ugye a has. Kilóganul, várjál, hát, húzzátok. Valami sérvel rendelkezik, hát, úgy látom. Igen, nem a hasad nagy, hanem a... Ne törődj, legyen 40 centi műhas kilóganul. Mit már, majd a gyerekek azt mondom, hogy húzni, van zsákomban minden jó, érted? Előhordom a zsákot, tehát most mi van ezzel? Konstrukciós hibó. Nem azzal van a baj, hogy elől, hanem úgy alul. Gyerekek, ennyire ez elég drága cucc volt, és semmi nem jó. Tehát, hogy azért egy laza 50-ben ez úgy van benne, hogy abból 30 fura bácsi. És semmi nem jó. Fura bácsi. Jó lesz, igen, fel van fújodva, és tyúk melle van. Szemtelenk egy büdöskölök, elpopsizna. Hoztam virgácsot, elpaskolom a seggedbe. A nadrág az jó. A nadrág jó. Oké, most meghúztuk a hast is. Most jöhet a bekecs. Jó, hát kezdek mikulásosodni? Nagyon. De mondjátok, hogy mit láttok. Kész... Hát egy szerencsét. Kész vagy a rémülettől. Te tényleg. Jó. Oké. Van öv is, Jugi. Hol az öv? Öv? Hol az öv? Itt van. Jú, ez domina. Domina. Hát összer. Igen, az ő viszont nem... Az nem piskóta. Nem biztos, hogy csak kétszer ér át. Jó lesz. Hát az jó, az ő. Az ő, az ő. A kocsi első ülésén fölveszed, hát azt... Nem jössz el átöltöztetni? Nem jössz oda délután fölöltöztetni? Nem tudom, ezt nem tudom egyedül. Hát nem tudom, ez az ő Karla Beáta érte a legjobban, ő még hord ilyeneken. És esetleg, mint Mikulás nem fogsz debütálni, akkor a Kozák Nemzeti Tánc Együttesben. És ennek elindulsz, mert ugyanis a... Csizma, az gyönyörű. Tehát az tökéletes. Jó, nem? Mit nem szabad csinálni egy Mikulásnak, azt mondd el, mint hol ilyen ruhát felvenni. Igen. De jó, hogy meghívtunk, de jó, hogy itt vagy. Szuper ötlet volt, nem tudom, ki hívott, nagyon jó. De ilyeneket olvasok, hogy nem lehet tetoválás, még mindig a szerepben kell maradni, hogy ezt így oktatjátok. Igen, tehát vannak egyszerűen fizikai adottság, aminek könnyebb megfelelni, mint a mentális dolgoknak. Tehát lényeg az, hogy gyűrűt, órát, nyakláncot, piercinget, fülbevalót nem hord a Mikulás. Hát, amiről föl lehet ismerni ráadásul. Igen, világos. Tehát, hogyha az sem mindegy, hogy ugye most is te egy alapruházatra vetted fel a Mikulás ruhádat, igen. És láttam, hogy fekete vagy sötét garbóban voltál. Jó, de te 40 éves vagy, a gyerek csak 3. Jó, a gyerek nem hülye, csak kicsi, tehát ebből adódóan a tökéletességre kell törekedned, már csak azért is. Jó, messziről indítottad a projektet. Mert te az apja vagy. Tehát tulajdonképpen valószínűleg azt a garbót ő, legalábbis ebben a garbóban már látott téged. Tehát ugye most arról beszélünk, hogy milyen hibáktól próbálj meg megszabadulni, tehát miket ne védsel. A parfümöt írják sokan, hogy az egy hiba. Hát, hogyha a barátnődhöz mész, akkor igen, igen nem, de... Hát de nem, hogy a gyerek az illatról kiszúr szintén. A gyerek eleve ki fog szúrni, tehát én ezt most borítékolom neked. Miért szúr el? Nem, tehát, ha nagyon-nagyon jó leszel, akkor nem. És tulajdonképpen a gyerek nem fogja ennek bizonságát adni, mert a gyerek annyira intelligens, hogy nem fogja lejáratni az apját. Tehát egészen biztos. Tehát ha te azt érzed, hogy... te jól vetted ezt az akadályt, az sem biztos azért, mert te olyan jó voltál, mert a gyerek annyira intelligens, hogy apának volt egy jó játék. Érezni még nem fogja. Is beszéltél a gyerekemmel, hihetetlen, hogy fogja, hogy ez fontos neked. Érezni fogja, hogy fontos neked ez a projekt, és az anyának odasugja, hogy nézd, mi a fatem. Övre vigyáznod kellene, mert elég ilyen hevenyészet módon van rajtad. Viszont ha jobban meghúzod, ennél a műhasnál az a probléma, akkor hurkás leszel, és nem eszel életül. Működik. Szerintem működik. Nem szabad beszélned, mozognod, és egy utcával lejjebb kell megállni. Egy sapka, ami azért orvosolja. Az kicsit fura dolgot, nem? Én simán bevenném így 42 évesen is, hogy te vagy az. Ja, bocsánat, csak mondom. Ja, szemüveg. Bizony, egy szemüvegem is. Igen. Hát most ember nincs, aki mondd megismeri. Mondd már meg, hogy én vagyok. Hát nem. Mondd már meg, hogy ki vagyok. Nem, én úgy érzem, hogy az ügy érdekében mindent megtettél, tehát én nagyon sok sikert kívánok ahhoz, hogy eredményes legyen a debütálásod. Mennek férfiak hozzátok egyébként, tényleg? Beneveznek erre az egy napra, vagy két napra? Hát elég sokan, igen. De sokan? Komolyan? Persze, hát nálunk ilyen 6-7-8 visszatérő Mikulásunk van. Igen, de különben én úgy érzem, hogy ha jó minősítést kapsz otthon,
és hogyha épp jövőre ilyenkor nem lesz, vagy lesz szabad időd, akkor szívesen fogadunk. Mondtam, hogy ha jól sikerül, akkor megyek az utcába is egyébként. Tegnap megállt az egyik szülő, hogy 7 órától szóval otthon vannak és várnak tejjel. Konkrétan. Azt hittem, hogy gyere. Nem, konkrétan, hogy ők 7 órától otthon vannak, beüzent. 7 órától otthon vannak és várnak tejjel, beleg tejjel. Szerintem maradhat ez egész évben forma ruhának. Egy picit fél érzem magam, hogy itt ülök. Jó. Majd fölteszünk egy képet csak, hogy hogy sikerült az átalakítás. Kesztyű? Rendben van, nem? Kesztyű is van. Annyi tényleg az órádat is, az olyan személyes relikviáidat, illetve használati tárgyat ne vidd magaddal. Mennyi igen. időt töltsek benne? Mit tanácsolsz? Ne sokat. Köszönöm, ne menj el. Esetleg a végén elköszönés előtt üdvözöld a gyerek apját is. Tehát és akkor majd, ha visszajössz, mint civilként, akkor már is... De hogy üdvözöljem, ha nincs ott. Ez nagyon fontos, mert innen... Az, hogy üdvözlöm az apukádat, figyelj, ez egy olyan fontos fordulat, erre nem gondoltál, ugye? Ez tetszik, erre nem. Igen. Mondd meg apádnak egy paraszt. Ritka nagy paraszt az apád. Ritka nagy paraszt az apád. Szerencse, hogy nem volt itt van. Popsiznám. Inkább anyád neveljen belé, mert az apád jókora parasztot csinálna belőle. Hihetetlen. Ezen az ajtó hogy fér be az arca? És fontos, hogy nem tudom, családi házon milyen környezetben laktok, a lényeg az, hogy minél távolabb, tehát inkább kérj meg egy távolabbi ismerős, tehát néhány háza, mondjuk ne nagy kátáról, de ott a környéken, ahol átöltözöl, ahol leteszel mindent, és gyalog menjél el, és gyalog menjél vissza megint csak, mert ugyanis nagyon sok esetben a gyerek kikíséri a Mikulást, és akkor apa beült, és már ott veszi le a parókáját. Tehát ja persze, nem úgy akarok, hogy két utcával arrébb. Pontosan erről van szó. A kerítésen akarok bemászni konkrétan, tehát hogy ez a terv. Ne lássa a gyerek, mert majd ugye ők kiállnak az ablakba, várják a Mikulást. Ha ne lássa a gyerek, hogy bejövök a saját ajtómon. Bizony. Hát és szerintem inkább a csillagszólót mellőzzétek, és lángoló grogot se fogyasszál. Na jó, de akkor autentikus. Nem? Igen, jó, én most már úgy érzem, hogy... Messziről indultunk, de ez így azért de még már... messzebbre jutott. És most már úgy érzem, hogy hangulatába is kezdesz ráhangolódni a mérkőszer. Le se akarom menni, most van egy komoly tárgyalásom 11-kor az RTL-ben, de szerintem így megyek be. Tehát szerintem örülni fog. Nincs erőm levelni. És köszönjük szépen Benkő Dánielnek, hogy kísér most minket. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Hasznos tanácsok voltak. Gyerekek, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Alakul. Fél tíz múlt pontosan 5 perccel, itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Morning Show. 3:49 lesz, pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Bali, te vagy az. Hol voltál eddig? Mi történt? Járt itt valaki? Ajándékot hozott. Itt volt a Mikulás. Tényleg? Bizony. A kutya fáj. Mondjuk ajándékot nem hoztál. Ajándékot nem annyira, igen. Na, igen. Nekem egyébként van egy 10 játékpénzem arra, hogy nem fogsz lebukni, mert annyira jó a szett. Na jó, nekem meg van 10 arra, hogy lebuk. Ha meglátod. Ebben nem száll saját magamra, nem tehetek, úgyhogy Jani, kérlek, áld a dolgot. Akkor mire? 10 vagy nem? Hogy nem fogsz lebukni, én azt mondom, hogy vállalod? 10, hogy lebuksz. 10, hogy bukó? Még igen. Úgy is, hogy a putonyt húztam a fejemre, és az rám ment a zsákot, amit írnak a hallgatók. Nagyon oda kell figyelni. Igen. De nagyon jó tippeket kapok. Hál' Isten, vannak hallgatóink, akik segítenek, jó szívűek, jó szándékúak, és szívükön viselik az ügy végkimenetelét. Nagyon jó SMS-ek jönnek. Hagyd az órát, meg a többit az autóban. A rendszámot megküld el SMS-ben. Írja Zsuska. Balázs öltöz a bocsinál. Egyébként ez jó ötlet. Kettő utcára van tőlem. Nem akarok bemenni hozzá, csak az, figyelj, bocsi, csak a kertedbe. Tehát csak hagyj öltözzeket nyugodtan. Egy ötösért nézheted. És utána megyek vissza. Azt írja Robika, bugászd el a tévét, megveszem. Nagyon jókat írnak, igen. Balázs az nem a sapka, hanem a puttony, igen. Balázs, reflexből nehogy megcsukod a Wikit. Szegény gyerek nem tudná hova tenni, hogy az apja elmegy, utána jön egy nagy darab szakállas ember, aki anyával kavar. Írja Fecó. Igen, vannak érdekes, vagy ugye az is egy jó kérdés, hogy nehogy úgy kezdek, hogy hívnak téged, Benni? Ugye? Tehát, hogy igen. Nyilván nem hülye vagyok, tehát ezekre azért odafigyelek. Nagyon buta sem lehetsz. Melyik őtök a kisgyerek? Mit gondolsz, melyikünk? Igen, Viki meg csak áll. Jézus. Úristen, ehhez az emberhez mentem félre. Ki az ünnepelt? Milyen ünnepelt? Én nem beteg, nem bolond vagyok. Csak Mikulás akarok lenni. Igen. Itt a Jézuska. Jézuska. Na, szóval azt mondod, hogy nem. Jó, meglátjuk. Átmész szerintem. Meglátjuk, gyereke. Beszámolok holnap mindenről. Komolyan elmondom, mi volt. 6 óra körül gondoljatok rám, jó? Érkezés 6 órakor.
Jó. Érkezés fakultatív, de 6 óra környékére van belőve. Az jó, mert akkor már sötét van. Hát nyilván azért. Megkapcsoljátok. Nyilván azért. Már szobb, ott vagyok, megyek, igen. Tapasz majd kívülről oda az ablakhoz a fejed, és nem azt akarok hozni a gyerekre, a gyerek meg áll, meglátja, hogy valaki egy szakállas ember, de ordítva, sírva menekül az anyjához, nem akarom megijeszteni. Na mutatjuk, miről is beszélgettünk ma, akkor a reggel, ugye kicsit kielemeztük ezt a metrós történetet, ami tényleg dermesztő, és telefonált egy hallgatónk, aki ott volt tegnap azon a metrón, ami nem sokat, egy picit kigyulladt, ráadásul gyerekekkel volt, 10 gyerekkel. És Anettnél is járt a Mikulás, erről beszélgettünk, hogy mit hozott neki. Ezt még kora reggel tettük egyébként, örült az ajándéknak. Ezeket a pillanatokat most megmutatjuk újra. Ez történt a Morning Show-ban. Gyerekek, egy pár mondatot erről a metróról azért beszéljünk tényleg. Bár lerágott csont, és már mindig beszélünk róla. De hogy... ugye hallottátok, hogy mi történt. Itt most megint tűz volt, kiürítettek egy megállót, nem mondták angolul, magyarul mondták, az emberek egyébként tudták a dolgokat, mentek, oltottak, kimentek a metró alagútból, vagy hát magából az állomásból. Tehát mindenki jól csinálta. Mi utasok megint jelesre vizsgáztunk. Hogy tényleg meddig csinálja ezt a BKV? Tehát itt emberek tízezrei költenek el sok-sok ezer forintot azért, hogy eljussanak A-ból B-be. És ez már nem arról szól, hogy lassan tudsz eljutni, vagy nem tudsz eljutni, hanem arról szól, hogy előbb-utóbb valaki meghal. Hogy élve tudsz eljutni, vagy... És ebben semmi túlzás nincs, ebben semmi bulvárhajhászás nincs, nem azért beszélünk róla, mert ez a szenzációhajhászás. Gyerekek, itt megint égett a metró, alkatrész került ki, meggyulladt az olaj, lángra kapott. Én értem, hogy most még nem történt semmi, meg én értem, hogy magyarázzák, hogy vizsgálják, és semmi komoly, és összeszedték az alkatrészeket. Volt egy kis tűz, mert ott az olaj az meggyulladt. Én értem. Az óriás szerencse miatt nem volt a szerencse. Eddig. Ugyanúgy a buszoknál. Ami a BKV mellett áll, az most jelen pillanatban már csak a szerencse. Semmi más. De hogy majd rajtunk utassukon múlik az, hogy életben maradunk-e a BKV-n vagy nem. És ebben most már tényleg semmi túlzás nincs. Amikor egy troli vezető szól, hogy ne lépjél le a járdára, hanem ugorjál. És mert megrázhat a troli, idős... könyörgöm, hol élünk? Fé, és az idős embert lelökték? Vagy ott mi volt? Nem, olyan leemelték, hogy talán nénének szóltak, igen. Hát nagyon rafkós a néni, de nem lépünk egyszer a járdára meg a trolira, ugrunk! Mert megráz a nem tudom mennyi, mekkora feszültség van ott, érted? Van ilyen kis oltótok a kocsiban? Te tudod, hol a poroltó? Hozd el, jó. Hol a poroltó a metrokocsiban, te tudod? Lövésem. De nézd már meg, de komolyan mondom, nézd meg a kalapácsot, hogy van még a ilyen kalapács. Van. Mit csinál a gyanútlan honpolgár, aki 10.000 forintért nem tett más, csak igénybe vette a BKV szolgáltatását? Tehát valamelyik reggel úgy fogok beállni a megálló, hogy mint egy demonstrálva azt, hogy mire számíthatunk, hogy lesz nálam egy tűzoltóbalta, a fejemen lesz egy gázmaszk, és a hátamon pedig egy oxigénpalack. Így fogok állni reggel 5 óra 30-kor a határ. Úti metró megállap, és ne csodálkozzon senki. Az a durva, hogy nem túlzol. Buszvezető vagyok, a kalapácsokat ellopják, a poroltókat meg rongálják az utasok, tegnap meggyűjtöttek egy ülést. Az érdekes az egyébként, hogy a taxik 10 évesnél nem lehetnek öregebbek. Ugye? Bizony. Itt pedig egészen más történik, írja nekünk egy mosonmagyaróvári hallgató. És van valaki a vonalban, halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok, Vera vagyok. Hello Vera, szia, te ott voltál? Én ott voltam, igen, 10 gyerekkel jöttem éppen egy Mikulás rendezvényről, a Calvin térről, ahol próbáltunk kijutni aztán a metróból. Legalábbis Újpest központig szerettünk volna eljutni, de már a Calvin tér után 10 méterrel éreztük, hogy a metró meg fog halni. Elment az áram, majd mikor újra megpróbáltunk elindulni, hatalmas fékezés, megállt a metró, és a harmadik megállás után az áram is elment, úgyhogy vak sötétben álltunk. Ekkor az összes óvónő megpróbálta a gyerekeket összeszedni és megnyugtatni őket, hogy nincsen semmi baj, el fogunk jutni a Ferenciek teréréig, ami... És ott álltatok a sötét metróban? Tehát se előre, se hátra, se hol. Az emberek, igen, akkor így próbáltak telefonok után nyúlni, hogy legalább valami világosság legyen. Úgyhogy a Ferenciek teréig éppen, hogy elgurultunk, tehát annyi áramunk még volt, hogy oda bejutottunk, akkor a halványan hallottuk még, hogy jó lenne, ha kiszállnánk, mert valószínű nem megyünk tovább.
Bármiféle tájékoztatást tudott mondani nektek a metróvezető? Közben, amíg ugye sötétben voltatok, ugye? Az, nem, azt kérdezett. Nem. Tehát nem tudtátok, semmi. Hogy mi történik? Nem. Mondjuk nem, ez alapvető sem. Lenne amúgy. Tehát, hogyha történik valami, már csak akkor is, hogyha lefékezenek, leáll valami, ha nem is megy el a világítás, akkor sem lenne baj, hogyha a metróvezető annyit mondaná, hogy nyugodjanak. Előttünk van egy kis torlódás, semmi probléma. Nem, a legrosszabb az volt, hogy az előző csoport pedig az előző metrón volt. Tehát ekkor már azt tényleg azon gondolkodtunk, hogy azokkal mi van, velünk mi lesz, ők bejutottak-e valameddig, úgyhogy elég nagy volt a pánik, de az emberek azt gondolom, hogy tényleg ötösre vizsgáztak, ahogy mondtátok, mert a Ferencsiek terén leszálltunk, velünk szembe külföldiek ültek, azoknak elmagyaráztuk, hogy jobb lesz, hogyha nem élvezik tovább a metró társaságát, szálljanak le. A legrosszabb az volt, hogy akik lejöttek, azok ugye lent álltak, mi próbáltunk kiszállni, akik Kőbánya Kispest fele mentek, azok is leszálltak, egy szemfelvonó működött, vagy ez a mozgó lépcső. De az emberek nagyon kedvesek voltak, mondták, gyerekkel vannak, menjünk előre, úgyhogy tényleg mindenkinek. A ti helyzetetek azért is izgalmas, vagy hát még tragikusabb, mert tíz nem saját gyerekkel igen, vagy. Hát az erről már tényleg ne is beszéljek, hogy az ember igen, azt se tudja, hogy fog elszámolni a gyerekekkel, úgyhogy nagyon izgalmas volt. Hát volt, amelyik elpityeredett. A mi újság? Járt nálunk is a Mikulás. Kedves. Elpopsizott? Tegnap este jött? Igen. Hát mert ugye reggel... Vizerre? Mivel? Ryan erre? Mivel jött a Mikulás? Igen, modernizáltam magát. Honnan jött? Ez az első Mikulásotok. Igen. Ó, hát akkor itt még nagy eldugás. Igen, gyerek, ide még akkora eldugások, hogy az még, még ide dugom, oda dugom, haj, de vicces, berakom a cipője alá. És amikor Mászi nem talál több mindent, még a kabátjába is bedugom. Hm? Hát azért ennyire nem estünk túl szívesben, nem. Én ragaszkodom a hagyományokhoz, tehát annak a kevés cipőben dugás. A hely. Hát nem kell. De az alapos. Nem, hát gyors. Egy nagyot dugjon az ember, nem? Hát. Készítettem kis csomagot, ilyen régebbi édességekkel. Na, lejárt szavatosságú. Nem. Vasolás csokoládé. De ezért kérdezted, hogy van-e még itt a szepényben valami. Összeszedtem, mezgeréltem itt egy kicsit a rádióban, vittem ezt azt. Nem ilyen régi gyerekkort idéző édességeket is vettem. Na, egy téli fagyit, így rágó. Az a legjobbak egyébként. És sosem jár le a szavatosságuk, olyan, mint a só, nem? Korlátlan ideig fogyasztható. Igen. Na, igen. A limópornak örül. Robbanó cukrot is kapod? Azt nem, francia drazsit. Ó, oh, francia drazsé. Egy jó francia drazsé. Egy jó marékkal. Egy jó marék francia drazsé. Nem lehet, hogy valami húsvétról maradt? Nem. Még egy nyuszi hozta. Na, és te mit kaptál? Mert most csak azt mondtad, hogy te mit adtál, de mit kaptál? Mivel tett boldoggá? Én ékszert kaptam. Ó, hát Mikulásra ékszert, karácsonyra mit? De nem repülőt lenyúlva vizertől, vagy mit csinál majd? Ezt a két pálcást? Hát tudom, hogy két pálcás. Na, ezt kaptam. Nem, az egy volt. Az mi? Egy nyaklánc, Jani. Így higgyek. Ja? Ez a nyaklánc. Moli is mindig mondta, hogy egy ilyet akar. Semmi nem tudom, hogy egy nyaklánc. A lányok fölteszik a nyakukba, hátul összekapcsolják. Ez a nyaklánc. Nézd meg közelről. Így néz ki egy nyaklánc. Látod? Érdekes. Nagyon édes volt, mondta, hogy összefutott az öreggel is. Nem volt ideje behozni az ajándékot. Apádék úgy, már mentek. Ausztriába. Hogy a kutyafájára. Összefutottam az öreggel. Ruhája nem volt, baromi nagy puskája volt. Nem, hogy odafent összetalálkozott az öreg mókussal, és akkor hogy küldi nekem az de jó, mókus. De ez egyébként tök cuki. Ez helyes. Ez jó. Ez na. Úgyis kihal majd ez belőletek pár év múlva, de hogy ez most még tök helyes. Ne szóval... mondd már. Ja, gyerekek, mindenhol megjött a Mikulás. Mindenhol. Kicsik is, nagyok is kapnak. Mindenki. A kicsik kicsit, a nagyok nagyot. Mindenki kapott mindent, ez olyan jó. Hello Csabi, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Nálatok is megérkezett? Nálunk is megérkezett, és egyébként hallgatalak, hogy mennyit költöttél, de szerintem sokkal olcsóbban is megúszhattad volna. Nekem például nem kellett volna műhas. Az igaz. Laknak a környékeden éppen ráírő méhangú műsorvezetőt, tehát simán szerződtetheted volna egy estére. Krampusznak? Az vicces lett volna, igen. Most kicsit sapkabajban vagyok, tehát ez most kicsit frusztrál, de majd valahogy megoldjuk, hogy nem jó az a cucc. És neki műhaj se kellett volna. Egyébként tényleg, igen. Színe is jó. Látod, előbb szóval megnöveztem a szakállam, érted, és akkor az is fehér. Volt tegnap este? Eldugtátok az ajándékot? Ma reggel megtalálták? Gyerekek is ez az... Hát nem dugtuk el, kiraktuk az ablakba. Hát úgy értem. Annyi, hogy szóltunk nekik, hogy tisztítsák ki a legnagyobb csizmájukat. Azt én megtettem. Apa, akkor azt jó, ami tudod. És akkor azt én oda tettem, majd beleraktuk az ajándékot, amikor ők már aludtak. De jó. Úgyhogy
ma reggel már úgy mentek iskolába és óvodába, hogy vitték magukkal büszkén azt, amit a Mikulás hozott. Sőt, Mikulás még levelet is írt. Visszaírt? Na. Igen, mert de jó. Kirakta az ablakba ugye a levelet, a Rómeó. Látott valami reklámot valamelyik csatornán, hogy Csehországban lehet kapni valami gumimúmiát. De hát itt meg nem. Hát kutattunk, mert 3 hete az internetet bújtunk meg mindent, és a Mikulás visszaírt, hogy hát gumimúmiája a Jézuskának ír, mert ő minden. De ez annyira helyes. Igen. Nagyon aranyos. Ez tényleg helyes. Volt benne helyes írásíba, vagy leellenőrizted a Laurával? Megkértem, hogy te, írja te, ő. Te szereted gyilkos. Te. Nagyon fontos. Mindennek tökéletesnek kell. Te és a szereted, hát ilyen romantikus pillanatot. Egy múmiát akart a gyerek. Azt szeretem. Ezt tetszik a történetből. Egyre szimpatikusabb a család. Jól neveled őt. Holnap este átmennek. Ezt a Jani érteni fogja. Mostanában a Power Slave lemezt hallgatjuk az autóban az Iron Maiden-től, és ugye és annak a bolytóján ott vannak a mohe. Már azok. Csoda, hogy múmiát kér a gyerek, hogy ilyen szörnyűséges rockzenét hallgat. Nem szörnyűséges az. Néhány év múl meg majd, hogy hívják. Kérnek majd Metal Lady albumot. Bíróicás leptát. Azt is nehéz beszerezni. A borító jó volt. Az nem volt rossz. Hívjuk a naphallgatóját. Főleg a háttalát. Morning show. Az bizony, jó reggelt, hello. Hello, sziasztok. Szia. Nem Miki vagyok, hanem Gabesz. Gabesz, hello Gabesz, jó reggelt. Honnan telefonáltál, vagy honnan írtál nekünk? Budapesten mászkálok itt címről címre, az a munkám, aztán szerelgetek. Most éppen az Alkotás úton vagyok. Alkotás úton, címről címre. Aztán Tatabánya, úgyhogy húzós lesz. Jól van, hát egy kis szójátékot írtál nekünk, ezekkel nem mindig élünk, vagy nem mindig olvassuk, de ez most szellemes volt. Ugye beszéltünk két Middletonról és Vilmosról is, hogy a kórházban a gyereket vár, de azt írtad nekünk, voltam a királyi esküvőn, tudjátok mit ittam? Két Vilmost. Ha? Megszavaztuk. Jó. Köszi szépen, srácok. Jó fejek vagytok, meg jó a műsor, úgyhogy kösz minden. Köszönjük, küldjük az ajándékcsomagot. Jó van, köszi szépen. Jó munkát, ciao. Sziasztok, hello. Hello, hello. Csabikám, remek zenék? Köszönöm kérdésed. Hát ma a lányoknak, csajoknak, asszonyoknak fogok kedvezni Mikulás napra, azok nekik egy vadonatúj vastag Csabi dalt. De szép, oh, de szép ajándék. Ugye érzed, ez lesz a címe. Hmm. És csak itt szólok, ha mindig meg szoktak lepni minket ilyen Mikulás csomaggal a hallgatók, én a saját ételemen kívül nem fogyasztok más, tehát csokoládét sem. Almát köszönöm, sem. Adják a rászorulóknak. Almát, azt igen. Azt adhatják. Igen. Adják egyébként, igen. Na jól van. 555-5500, ez az SMS szám. Ja, nem csak annyit a programja majd. Csak ja, igen. Hogy én megyek, most nyitjuk meg a Mikulás gyárat, amelyet a Csabi igen? Nagyon aranyosan ezt bedobta. Tudnak róla a szervezők is? Vagy föltörítés? Ja, de semmi, megnyitjuk, kiraboljuk, ami benne van, aztán vége igen. A dolognak. Gyere Soma, gyertek, bemegyünk a Mikulás gyárat. 3-2, most, csak a csokira megy. Én csak azért gyerekek. Kérdezem, hogy ez egy nagy nyitás, vagy csak ti ez nagy, nem ez a gyerekek kedvéért minden beválasz. A szokott helyen van, ez hivatalos helyén ugye a műcsarnok mellett, a Hősök terénél, és akkor aki tud arra visz egy kiló lisztet, ha megy haza a boltból, az is nagy segítség, mert tényleg jó helyre megy olyan családoknak, akik rászorulnak, úgyhogy hozzatok csokit Csabinak, már nem ti, hanem a hallgatók, én meg majd és akkor én holnap elviszem okay. Azt. Jó, jó helyre megy, ugye? Jó helyre megy, és ma 11-kor nyit. Ellenőrzött, ott vagyok, mindenütt nézem, hogy hova mennek a csomagok. Na jól van. 555-5500, itt lehet dalt kérni Csabitól, mi pedig holnap 6-kor jövünk. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok!